Akkor most így remote-ban is üdvözlünk mindenkit a júliusi UX Budapest Meetupon, ami két okból meglepő dolog, hogy van ilyen. Egyrészt még szerintem sosem volt olyan, hogy júliusban UX Meetupot tartottunk, mert ilyenkor jellemzően nyári szünetre szokott menni a Meetup. Ennek ellenére valamilyen oknál fogva mégis lett. A másik, hogy ez eddig összesen a második remote meetupunk, és az elsőt azt nem is igazán mi szerveztük, hanem csak becsatlakoztunk egy a 24 Hours of UX-be. De most úgy gondoltuk, hogy ez annyira jó ötlet volt, hogy azért mégiscsak kellene valami tartalom ide a nyelvre, úgyhogy ezért szerveztük most ezt a meetupot. Hogy fog kinézni ez a mai alkalom? Valószínűleg vannak itt jó néhányan a közönségben, akik sokkal jobban tudják, hogy hogy működik a Zoom webinár, mint én. Úgyhogy én csak annyit fogok elmondani, amit kedves szervezőtársaim elmondtak nekem. Mi nem látunk benneteket, ti láttok minket. És nem is hallunk benneteket. Majd lesz egy olyan pontja a Q&A-nek, amikor fogunk unmute-olni embereket, és lehet kérdéseket feltenni. Addig is az előadások alatt, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor ha azt beírjátok a Q&A sectionben, amit elvileg látnotok kellene valahol, akkor tudtok majd kérdezni az előadóktól, amit majd én fogok tolmácsolni feléjük, mert én azt látni fogom, amit ti beírtok. Elvileg kb. Ugyanúgy fog működni, mint ahogy élő meetupokon a Slido-t szoktuk használni. És már meg is találtam a Q&A-t így gyorsan. Ami még fontos információ, az kevésbé technikalitás, inkább már tartalmi kérdés. Ma három előadásunk lesz, aztán pedig egy panelbeszélgetés, amivel készültünk nektek. Ez a három előadás, itt talán már látjátok is videón az előadóinkat és a panel résztvevőinket. Boros Judit, Peregi Roxi és Rusz Dóri fognak rövidebb előadásokat tartani nektek. A panel beszélgetéshez pedig majd Mondi Mondovics Péter és Ferenci Bálint valahol szintén ott van a videók között, bár nálam most pont lemaradt, fog csatlakozni. Az előadásokhoz szépen lesz prezi, mindjárt feljövünk a screen share megoldására is, de azt hiszem, hogy az előadók már ezt elpróbálták. Az előadásokhoz kapcsolódóan pedig írjátok a kérdéseiteket a Q&A-be, mert minden előadás után fogunk tartani egy kis Q&A szekciót, ahol ezekre válaszolni fognak az előadók. Van, amit nem mondtam el? Ja, sponsored by Frontira. Kedvesek vagyunk, szeressetek minket. Szerintem vágjunk is bele, most már azért relatíve sokan. Itt vagyunk, biztosan fognak még érkezni emberek. Az első előadónk Boros Judit. Judittal szerintem már találkoztatok UX Budapest Meetupon is, de ha máshol nem, akkor a design közösség sok-sok előadásán, konferenciáján és minden egyebén egy elég gyakori vendég szokott lenni. Judit dizájnkutató, dizájnkutatással, dizájnelmélettel foglalkozik. Nem szeretném elmesélni az egész élettörténetedet, sem a gyönyörű kerámiákat, sem az egyéb dolgokat, amik még hozzá tartoznak, szerintem ezt ráthagyom. Judit arról fog nekünk egy kicsit beszélni, hogy mit is jelent környezettudatosnak lenni a dizájnban. Ez azt hiszem a legrövidebb összefoglaló, de mindjárt kijavítasz. És én itt át is adnám a szót Juditnak. Oké, köszönöm szépen. Remélem, hallatok. Jó, egyesek bólogatnak, köszönöm. Köszönöm szépen Ákos a bemutatót, szerintem nagyon kerek volt és pontos, úgyhogy én azt nem is továbbítanám, vagy szaporítanám magamról a szót. Bele is vágnék a prezentációba, és ahhoz nekem meg kell osztani a screent, és ez menni fog.
de egy pár másodpercet azért kérek. Jó, most szerintem valamit látok. És mindjárt fogjátok azt is, hogy itt van egy prezentáció. Jó, működik? Működik. Szuper, akkor el is kezdem. Jó, de először is tényleg szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadhatok egy ilyen témában. A Modern Human Centered Designról szeretnék beszélni. Azaz, hogy az ember központúságon túl mi van a dizájnon, és hogy ez a terület hogyan érinti a dizájnereket. Érdekes módon ez két teljesen ellentétes irányzatot is jelent. Az egyik az ember kiterjesztését látja a technológia segítségével, a másik pedig egy radikális visszaintegrálást a természetbe. És tehát ezt a kifejezést használják olyan posztkolonista interaktív rendszerek tervezésének a leírására, ami az ember központú tervezésen túl összemossa az emberek és a technológia közötti határokat. Az idei Designing Interactive Systems konferenciának például ez volt a fő témája. Viszont attól még, hogy digitális világra tervezünk, nem szabadulunk meg a valóságtól és a rá kifejtett hatásoktól. Elég szép karbonlábnyoma van a nagy energiát igénylő fejlesztéseknek, illetve egy érdekesség, nemrég egy előadáson beszéltek arról, hogy ezeknek a nagy adattárolásra használt épületeknek a felhasználó igazából nem is emberek, hanem robotok, és azért teljesen más tervezési szabályokat követelnek, mint ami megszokott, például rettentően hideg van bennük. Na de persze már elkezdődött a gondolkodás arról, hogy hogyan lehet a negatív környezeti hatásokat csökkenteni, viszont most nem erről fogok beszélni, hanem hogy az ember központú tervezésen túlmutatva arról az irányról, ami az emberi és a nem emberi közötti kapcsolatra épít, arra a kölcsönös függőségre, amit elméletben tudunk, hogy így van, de nagyban ignoráljuk az élet szinte minden területén. Ezzel a területtel egyelőre kevesen foglalkoznak, a gyökerei valahol a többfaji a multispecies antropológiában lehetnek, ami egy olyan ág az antropológián belül, ami azzal foglalkozik, hogy a különböző fajokkal való együttélésünk hogyan alakul és hogyan formálódik politikai, gazdaság és kulturális erők által. A dizájnhoz közeli területen pedig talán a városökológia témájában kerülhet elő. És az a kérdés, hogy a dizájn hagyományosabb területein ez a perspektíva megjelenik-e és hogyan. És hogy egyáltalán fontos, hogy más fajokkal is foglalkozzunk. Úgyhogy egy kicsit távolabbról menve nézzünk rá a témára. Csak szemléltetésképpen a Planetary dashboardokat 2015-ben frissítették, és 24 nagy akcelerációt mutatnak be két csoportra. Az egyik a társadalmi gazdasági trendek, mint a népességnövekedés, vagy a telekommunikációs technológiák fejlődése. A másik csoport pedig a földrendszer mutatóknak a trendjei, mint az erdőségek csökkenése, vagy a termőföldek térnyelése, széndioxid növekedés, amik szorosan kapcsolódnak az előbb látott trendekhez, és ugye mind egyre gyorsuló ütemben nő. Kiemelném a vadon élő fajok globális kialási rátáját, ami egészen döbbenetes, amivel együtt jár a háziasított állatok térnyelése, valamint a természetes területek mezőgazdasági területekké való átalakítása, amik a földek degradálásához vezetnek végül, amik már nem tudják ellátni azokat a funkciókat, amit a természetes élővilággal ellátott földek tudnak. És mindezeket a trendeket magába foglalja a Planetary Boundaries fogalma, azaz a föld terhelhetőségének a határainak a bemutatása, ahol azt lehet látni, hogy 9-ből 4 területen, például a klímát és fajok kialását tekintve, az ember már átlépte a föld terhelhetőségének a biztonságos határát, és miközben a klímaváltozás az, amiről legtöbbet beszélünk, és valóban nagyon súlyos, a fajgazdaság csökkenése, azaz az állat és a növényfajok kialásának a tényleg felfoghatatlan mértéke, a természetes területek, erdőségek visszaszorulása, a műtrágyahasználat okozta nitrogén és foszfor kibocsátás, mert mind túl vannak a biztonságos szinten. És persze ezek összefüggő egymásra ható folyamatok, igazából pontosan nem is lehet tudni, vagy teljesen érteni, hogy hova vezetnek. Ezért van nagyon nagy szerepe az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások fogalmának, amik alatt azokat az életet és a bolygót fenntartó folyamatokat értjük, amik csak és kizárólag a természeti erőforrásoknak köszönhetünk.
úgy, mint az ellátószolgáltatások, azaz az élelmiszerek, a gyógyszerek biztosítása, a szabályozó szolgáltatások, a víz és a légtisztítás, a klímaszabályozás, de ide tartoznak azok a kulturális nem vagyoni hasznok, amelyek a természet közelségével, a természettel való kapcsolattal gazdagítják az életet, kirándulás, kikapcsolódás, stb. Legfontosabbak pedig a fenntartó szolgáltatások, amik a többi szolgáltatás működését biztosítják. És ezeknek a szolgáltatásoknak a leromlása, az elvesztése hatalmas költségekkel jár, ennek a tudatosítására is vannak már törekvések, illetve arról nem is beszélve, hogy a természet közelsége, ami az emberek számára is az egészséges és a jóléthez szükséges környezetet jelenti, ma már egyáltalán nem alapvető adottság, sokkal inkább kiváltság és problémás társadalmi és gazdasági kérdéseket vet fel. Szóval a problémák azok elég nagyok, és teret kéne adni egy olyan tervezői dizájner iránynak, ami az ember mellett más fajokat vagy a természetet is visszahozza a fókuszba. És erre is kezdték el használni a természet alapú megoldások fogalmát, amik olyan természetből fakadó folyamatokat jelentek, amik gazdasági, társadalmi kihívásokra alkalmazhatók, és amik tovább erősítik a már meglévő természetes folyamatokat. A gyakorlatban sokképpen lehet őket tipizálni. Általánosságban természet alapú megoldásnak veszük a városi zöld területeket, a zöld homlokzatokat, a zöldtetőket, de a vizes területeket is. Például a szennyvíz elvezetés szürke infrastruktúrális megoldása helyett lehet alkalmazni úgynevezett ilyen bioszféleket, ami olyan, mint a klasszik károk, csak olyan növényzetben benne, ami kibírja, hogyha éppen nyakig ül a vízben, meg a szárazságot is tűri, és azáltal, hogy ott él, biológiailag tisztítja és szűri a városi szürke, vagy akár a szennyvizet, amit javaslatban vissza is lehet vezetni a városi vízkészletekbe. És így néz ki, még jobban is néz ki, mint egy csatorna, és emellett ugye rovaroknak, vagy kisebb állatoknak biztosít életteret, vagy beporzó növényeket is lehet belerakni. Szóval a természet alapú megoldások azok alternatív infrastruktúrát jelentenek a teljesen ember által épített szürke infrastruktúrák helyett, és a lényeg az, hogy a természet felhasználásával, a természetes folyamatokon alapuló struktúrák használatával érjük el ugyanazt az eredményt, mint amit szürke infrastruktúrával érnénk el. Itt például a növényzetnek a hőszigetelési funkcióit lehet jól látni, és mivel a természet ugye multifunkcionális, ezért egyszerre lehet elméletileg kezelni a fenntarthatóság három szintjét, a gazdasági, társadalmi és környezeti szinteket. Az MBS-ek, tehát a Nature Based Solution-ok alkalmazása igazából tehát azt jelenti, hogy ahol csak lehet, ott természetes elemeket visszahozzuk az épített környezetbe. Ennél a holland példánál azt egy ilyen felszín alatt futó patakot hoztak vissza a korábbi helyére, azaz a felszínre, hogy az emberek ott is kapcsolódni tudjanak a természethez. Vagy az utak melletti sávokat meg lehet hagyni a vadvirágoknak, helyi vadnövényeknek, hogy tegyék a dolgukat, és nem mellesleg ezzel még fenntartási költséget is spórolnak a helyi önkormányzatoknak. De ennél tovább is lehet menni, mint amiről a Deep Pavement mozgalom szól, hogy szó szerint szedjük fel az aszfaltot, és ahol teljesen feleslegesen foglalja a helyet más életformáktól, és zárja a földfelszínt. Szóval, tehát igazából egy ilyen perspektívaváltásról van szó, arról, hogy kinek vagy minek tervezünk, és ezáltal kit zárunk ki, vagy éppen nem zárunk ki a folyamatokból. És a PhD kutatásomban így nagy részt, vagy hát nagyon leegyszerűsítve ezt kutatom, hogy az épített környezetben hogyan jelennek meg ezek a természet alapú megoldások egy-egy design projektben, és hogy az ember központú szempontokon túl mennyire és hogyan tudják az ökoszisztéma vagy a természet központú elemeket beintegrálni. És itt felmerülhet a kérdés, hogy de hát erre van a tájépítészet, meg az ökológiai tervezés, ami nyilván erről van szó. De a kérdés inkább az, hogy mitől lesz például egy iroda belső tere természet alapú, vagy egy épületegyüttes, egy átlagos utca, egy játszótér, egy köztér, óvoda, egy villamosnak a pályája, vagy egy vendéglő. És csak egy példát hozva, bár nagyon lerágott csont már a Bosco Vertical, de még mindig a legszemléletesebb abban, hogy stratégiailag hogyan lehet a human-centered design helyett vagy mellett egy more than human-centered designt végigvinni, ugyanis itt a kiindulási alap, legalábbis a Stefano Boeri szerint, az a fajoknak a demokráciája, ami azt mondja, hogy ha építeni akarunk valamit az embereknek, akkor
egy egység emberre szánt tér mellett kell x egységet a növényeknek is fenntartani, meg x egységet az állatoknak is. És ezt vezették be aztán később, a későbbi változatokba is, hogy már nem csak a fáknak van tervezett helye, hanem például a fészkelő madaraknak is költőhelyeket raktak be, meg mezőgazdasági területeket is fenntartottak ezekben az épületekben. Apró példák, helyi példa Győrben, csináltak egy kis saras területet az egyik parkban a fecskéknek, hogy találjanak a fészekrakáshoz anyagokat, ami ugye egy városi környezetben elég nehéz egy fecske számára, és ezért nagyon jó lehetőség ugye általában a közterek, a közparkoknak az átalakítása, ami a városi állatoknak élelmet, menedéket, vagy egyéb módon támogatja őket. Van ez a madárház tetőcserép is példának, ami bár nem tudom, hogy mennyire működik a valóságban, de a filozófia szép mögötte, és ide kapcsolódni. Mert hogy tehát az, hogy az állatok, a természet az emberrel egyenrangú, és hogy ez őket egyenrangúként kezeljük, az nálunk már a mai világban kevésbé tetten érhető a mindennapokban. Ez szinte már csak az őslakos kultúrákban maradt meg. És ahol erre figyelnek és megpróbálják megőrizni ezt a tudást, ott találunk olyan példákat is, hogy egy folyót és a környezetét Új-Zélandon jogi, azaz természetes személyén nyilvánítottak, hogy ne lehessen benne kárt tenni, szennyezni vagy beépíteni, mert csak így tudják megőrizni az integritását és a folyónak a folyóságát, a folyó létét. De hát persze az ellenkező irányra sajnos kicsit több példa van. Most nemrég volt a hírekben, hogy egy 50 luxus lakásból álló középkorias várkastélyt építettek egy környezetvédelmi területre Lengyelországban. Bár a terület magánkézben van, de Natura 2000-es természetvédelmi terület. És viszont azóta a tervezőjét, meg a hatóságok vezetőit is letartóztatták környezetkárosításért. Szóval ez olyan, tehát nem gyakran van, hogy mondjuk a tervezőt is büntetés séri a károk okozásáért. Mert sajnos egyébként nagyon gyakran ugye nem is tudjuk, hogy amit tervezünk, annak milyen hatásai lesznek a későbbiekben. Nem szokott tágabb hatáselemzés vagy life cycle elemzés tartozni a projektekhez, ötletekhez, amiken dolgozunk, és ezért a megértés is limitált. A hatás ugye csak később mutatkozik. Gondoljatok csak például az Airbnb-re, vagy a social media térnyerésének fantasztikus hatásaira. És sokan foglalkoznak azzal, hogy a dizájnt is hogyan lehet rendszer szemlélettel segíteni, vezérelni, ugye nem preferált hatásokat el lehessen kerülni. Ehhez tartozik az is, hogy tudjuk, hogy tudatosan tudjunk tervezni a jelenben, ahhoz ismernünk kell a múltat, ahhoz, hogy a mostani helyzetet, ami változtatni akarunk, azt átlássuk, és a problémákat, amiket detektálunk, azokat ne csak így megpiszkáljuk, hanem érdemben tudjuk kezelni. A legakutabb példa erre most a COVID-19 Amerikában, amit a világ egy nagy része csak néz, hogy lesz egyre rosszabb és rosszabb. És ez egy nagyon elmosodott slide, mert hatalmas ez a gigamap, amit csináltak a Carnegie Mellonon, de a linken egyébként majd meg lehet nézni, meg el lehet érni. És itt egy transition design projektet csinálnak a COVID-nak a kezelésére, és ehhez csináltak ezt a gigamapet, aminél az 1700-as évekig vezették vissza a megelőző állapotokat, és így próbálták meg összeszedni azokat a társadalmi, kulturális és gazdasági hatásokat, ráadásul a többszintű perspektívák, azaz a multilevel perspektív elemzés alapján, amikben most bele vannak itt a végén gabajodva. És szerintem ez az egyetlen szlájdom, ami egy kicsit is kapcsolódik a UX világához, mert a előadás vége fele. De hogy szóval szerintem ez rettentően érdekes, hogy mennyire visszanyúlnak a múltba ahhoz, hogy a jelent érteni lehessen. És ez azért kritikus, mert amit most tervezünk, abban van meg a változás lehetősége. És a projekt későbbi fázisaiban ez a potenciál lecsökken. Ez az ábra épületek tervezésére vonatkozik, de gyanítom, hogy más dizájntörleteken is hasonló lenne. És hogyha esetleg így az előadás vége fele felmerülne a kérdés, hogy mégis a UX-nek ez az egészhez mi köze van, akkor arra azt tudnám csak mondani, hogy szerintem természetesen minden, mert a termékek, a szolgáltatások, digitális termékek is ugyanúgy kapcsolódnak nagyobb rendszerekhez, amik a környezetünket, a társadalmunkat befolyásolják,
kisebb vagy akár nagyobb léptékben, de tényleg az élet minden területét ez átszövi, és jelentősen össze van kapcsolva. És az EDESZ-el is tulajdonképpen ez a célunk. Az EDESZ az az Institute of Advanced Design Studies, ami nemrég alakult, hogy egy olyan oktatási, olyan design oktatást csináljunk, ahol a legkülönbözőbb területekről érkező emberek tudnak együtt tanulni és dolgozni fenntarthatóságot érintő témákban, kezdve a design és a technológia filozofikusabb kérdéseitől, a fenntarthatóság, körforgásos gazdaságot célzó kezdeményezéseken, konkrét piaci példákon át, hogy a mesterséges intelligenciákkal való tervezés mit jelent a fenntarthatóság szempontjából, hogy a társadalmunk felépítése, a nemzeti határok, a regionalitás, globalizáció, lokalizáció hogyan kapcsolódik ide, valamint az élettudományokkal, a biológiával való tervezés, a biodesign. És hát a dizájnnak alapvetően három paradigmája van, három fő iránya, technológia központú, az ember központú és a fenntarthatóság központú tervezés. És ebben a 15 percben én arra szerettem volna rávilágítani, hogy hasonlóan az ember központú felhasználó központú tervezéshez, a fenntarthatóság központú dizájn is csak úgy működik, hogyha át tudjuk helyezni a perspektívát az emberen kívülre, az emberen kívüli környezetre, rendszerekre, ami szerintem nagyon nagy kihívás, és elég kérdéses, hogy ezt meg tudjuk elépni. Ennyit szerettem volna mondani ma. Még azért nem jutod le magad, Judit. Jó. Nagyon-nagyon köszönjük ezt a bevezetőt. Hogyha megteszed, hogy lenyomod ezt, akkor most megkérném Roxit, hogy addig kapcsold be a screenshare-edet, és addig én még egyet mindenképpen szeretnék kérdezni a Judittól, mert érkezett egy nagyon izgalmas kérdésünk a Q&A-ben Ádámtól. A kérdés pedig arról szól, le fogom egyszerűsíteni, Ádám, bocsánatodat kérem ezért azonnal, hogyha nem csak emberekre, hanem állatokra, növényekre és egyebekre is tervezünk, akkor az azt jelenti, hogy vannak állati és növényi perszónáink, és nekik is prototipizálunk, és velük is teszteljük ezeket a megoldásainkat? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor ugyanazokat a tervezési és tesztelési elveket próbáljuk valahogy átfordítani állatokra és növényekre? Vagyis lehet-e usability-t tesztelni, és használhatóságot tesztelni poszeltára, méhecskére és bálnára? Egyébként lehet, csak máshogy, igen, tehát lehet, de erre szerintem kétféle képen lehet válaszolni. Az egyik az, amikor például vagy valahogy kikutatták, hogy a méhek, a porzó méhek, azok megnéztek, hogy milyen távolságokat repülnek a méhkas és a virágföldek között, és az egy dolog, de vannak olyan akadályok is, amiket nem tudnak átrepülni, mert közben időnként le kell szállniuk, megpihenni. És nem tudom pontosan a számokat, de szerintem arról van szó, hogy egy 2x2 sávos utat átrepülnek, de egy 4x4 sávos giga utat már nem. Tehát, hogy ott már lepotyog a méhecskéknek egy része. Szóval, hogy ilyeneket lehet játszani, hogy áthelyezzük magunkat a méhecskének a szempontjából, hogy meddig tud repülni, és mikor kell megpihennie. Ez abszolút hát elérhető adatok és információk kérdése, meg az, hogy ugye mit tervezünk. A másik pedig szerintem talán inkább az, hogy az a UX-es projekt, amin dolgozunk, vagy felületek, azok milyen kihatása van a környezetre. Tehát annak nyilván nem a bogarak, meg az állatok, meg a madarak lesznek a felhasználói. De mind a kettő irány tök érdekes. Egyáltalán aha, nincs erről még sok kigondolt dolog. Szóval. Aha. Szintén Ádámtól származik, de itt ezt igazából egy picit átadnám a UXBP Facebook csoport felé majd. Meg tudod tenni, hogy ehhez, hogyha vannak toolkitek és eszközök és bármi egyéb, amit lehet használni, azokat bedobod a csoportba, mert szerintem nem csak Ádámot, de másokat is érdekel.
Hát az jó, hogyha bedobjuk ezt a prezentációt, és akkor a nagyon jó. Be vannak linkelve a szlájdok, úgyhogy ott lehet tovább olvasni. Jó, az összes prezentáció és egyébként a videó elérhető. Bocsánat, a felvétel elérhető lesz YouTube-on, a prezentációk pedig elérhetők lesznek Meetup.com-on és Facebook csoportban és mindenféle helyeken az esemény után. És akkor igazából nagyon jó, hogy pont itt fejezted be, Judit, mert annál, hogy hogyan lehetnek digitális termékek, és hogyan lehet a UX-nek a lábnyomával, a környezeti felelősségével és bármi egyébben foglalkozni, mert hogy Roxy viszont pont kifejezetten erről fog beszélni, hogy hogyan lehet bármit is kezdeni azzal, hogy hogyan lehetnek digitális termékek környezetbarátok, és hogyan is tudnak vezetni környezetbarátabb viselkedésekre digitális termékek, de nem szeretném ellopni a kenyered, Roxy, úgyhogy én itt most át is adnám neked a szót, és mesélj nekünk, kérlek. Rendben. Sziasztok! Peregi Roxy vagyok, és ahogy megfelelő felvezetést meg is kaptam, arról fogok beszélni, hogy a gyakorlatban hogy tudjuk fenntarthatóbbá és zöldebbé tenni a digitális termékeket, amiket tervezünk. Úgyhogy én bele is csapok a lecsóba. Amiről lesz szó egyrésztről a jelentősége, bár nagy részét az előttem szóló már elmesélte, de egy picit fogok erről én is beszélni. Illetve utána azt fogom még elmesélni nektek, hogy ez miért is jó mondjuk egy cégnek, és mondjuk ezt hogy tudjátok eladni, és hogy tudjátok elfogadtatni adott esetben az ügyféllel. Utána kicsit az elméleti részébe fogok belemenni, hogy milyen módszertanok és alapelvek vannak, ami alapján tudsz tervezni, és végül pedig egy esettanulmány segítségével fogom bemutatni azokat a gyakorlati példákat, amik alátámasztják az elméletet. Úgyhogy hát egy ilyen megdöbbentő adattal kezdenék, hogy egy tweet az gyakorlatilag 200 gram széndioxid, ami, hogyha egy napi átlagos tweet mennyiséggel számolunk, az közel 11 tonna széndioxid. És ez egy ilyen borzasztóan nagy szám, és hogyha belegondolunk, ez csak egy platform. És nyilván, mint UX designer ezekkel a számokkal nem nagyon tudunk mit kezdeni, hiszen a digitalizáció is úgymond az életvitelünkhez szorosan hozzátartozik, hogy ezeket a platformokat használjuk. Viszont amit UX designerként szerintem tehetünk, az az, hogy alapvetően jó UX-ű termékeket csináljunk. Nyilván a user hamar megtalálja azt, amit keres, ezáltal kevesebb időt töltsön, és így az akkumulátor ideje is mondjuk csökken a laptopnak vagy a mobilnak adott esetben. Ami még szintén hasznos, mondjuk egy dark mode tervezés, úgyhogy ezek mind így olyan apróságok, amikkel amúgy lehet tenni. Alapvetően így ebbe a témába azért is ástam bele magamat, mert így a Supercharge-on belül a cég Carbon Free lett, és próbálunk olyan partnerekkel együtt dolgozni, akiknek szintén fontos az, hogy zöld és környezetbarát termékeket tervezzünk. És hogy miért is jó ez nekik. Egyrésztről van egy EU-s felmérés, itt lent a linkeket, úgy megtaláljátok majd, hogyha egy bővebben akartok róla olvasni, de hogy gyakorlatilag így az emberek, így az EU-n belül 94%-uk személyes ügyeként tekint a környezetvédelemre, és fontos számára ez. Ami szerintem egy ilyen nagyon magas szám, és hogyha belegondolunk, tényleg így a baráti társaságunkat is megnézzük, nekem biztos, hogy legalább mindegyik barátom, ismerősöm az úgy a szívén viseli ezt a helyzetet, és tesz valamit azért, hogy zöldebb és jobb világban éljünk. A másik ilyen statisztikai adat az az, hogy 22 és 35 éves közötti korosztály 61%-a többet fizet egy környezetbarát termékért, és 92%-uk pedig gyakorlatilag ezeket a brendeket, amik környezetbarátabb termékeket árulnak, jobban megbíznak bennük. És hogyha ezt megnézem, gyakorlatilag úgymond a kereslet az így megvan arra, hogy ilyen termékeket és ilyen szolgáltatásokat adjunk. A másik oldal pedig a cégek oldala, hogy nekik pénzügyileg alapvetően hosszú távon jobban megérheti az, hogy környezetbarátul tervezzenek, vagy környezetbarát termékük legyen. Ugyanis egyrészt erőforrásban is hatékonyabbak tudnak lenni, hogyha mondjuk például újrahasznosított alapanyagokból dolgoznak, illetve számos ilyen állami támogatás van, amivel adót csökkenthetnek, tehát így összességében lehet, hogy rövid távon magasabb költséggel mondjuk egy környezetbarát termék gyártása vagy fejlesztése, de hosszú távon ez abszolút meg tudja érni a cégeknek.
és mik azok a funkciók, amikkel részleteiben, mint UX designerek tudunk operálni. Az egyik ilyen például e-commerce esetén tök jó funkció, hogyha környezetbarát kiszállítási lehetőséget tudunk biztosítani. Értem ez ott, hogy mondjuk ilyen batch rendszerrel a felhasználó ki tudja választani, hogy a környezetében máshova is szállítanak, és akkor abba az adott szállítási körbe kapja meg ő is a termékét, ami nyilván egy lassabb kiszállítási módot biztosít. Ami még szintén ilyen, az a környezetbarát csomagolás. Nyilván ezek olyanok, hogyha az adott cég, akikkel együtt dolgozunk, nyitottak rá, akkor lehet ezeket bevezetni, de mindenképpen olyan dolgok, amikkel érdemes gondolkodni. És ha már így a webshop témájánál tartunk, nagyon fontos az, hogyha mondjuk termékeket akarunk eladni egy webshopon, akkor ott megfelelő információkat kapjon a user, és össze tudja hasonlítani az almát a körtével, és ne csak mondjuk az értékelés meg az ár alapján, hanem mondjuk lássa azt, hogy az adott termék milyen alapanyagból készül, az mennyire környezetbarát, milyen környezetbarát technológiával készül, vagy akár mennyire strapabíró az az adott termék, tehát mondjuk milyen gyakran kell lecserélni azt a terméket. És ezek mind-mind olyan dolgok, amivel tudatosabb választási lehetőséget biztosíthatunk a felhasználóknak. Emellett, ami még szintén ilyen nagyon ilyen alap, az az, hogy az összes olyan digitális termék, ami gyakorlatilag a papíros dolgokat kiváltja, az mind-mind segít. Az ilyen online ügyvitelek, az elektrom, vagy online, szóval az eljegyek, az elszámlák, ezek mind-mind gyakorlatilag így a papír használat csökkentését célozzák, és ezek mind-mind segítik azt, hogy zöldebb legyen az az adott iparág, vagy az az adott termék. Ami pedig így specifikusabb két vonal, az egyik a gamification segítség, amivel motiválni tudjuk a felhasználókat arra, hogy a környezetbarátabb megoldást válasszák, és kicsit így edukálni tudjuk őket, illetve nevelni és változtatni a viselkedésükön. A negyedik ilyen témakör, amiről kicsit többet fogok ma beszélni, az a Nudge és a Green Joys Architecture, ami lényegében arról szól, hogy úgy tudjuk motiválni és befolyásolni, és mindenképpen etikusan is fontos, hogy jó célra használjuk ezt a Nudge nevű módszertant, hogy ezzel a befolyással olyan választási lehetőséget adjunk, és olyan választást, tehát olyan választás mellett döntsön végül a felhasználó, ami alapvetően jó és zöldebb. Mik ezek a Nudge-ok ilyen egyszerű hétköznapi példákkal élve, hogyha mondjuk bemész egy boltba, tipikusan az, hogyha az a polc, ami így a szem magasságában van, és ott ki vannak rakva termékek, azok mind olyan termékek, amiket cégek fizetnek, hogy azt lásd meg először. És legtöbbször amúgy a vásárlók ezeket szokták először megvenni, innen veszik le a terméket, amit mindig minden héten megvásárolnak. Tehát, hogy alapvetően ezzel is befolyásoljuk azt, hogy milyen döntést hoz meg a felhasználó. Ilyen például, amikor mondjuk egy webshopban látod, hogy van egy ilyen kis tag a termék mellett, hogy legnépszerűbb, vagy akár mondjuk jó esetben lehet, hogy mondjuk a legkörnyezetbarátabb, tehát ilyenekkel sugalunk egyfajta döntést a felhasználónak. Ilyen például az is, hogyha mondjuk egy utility cég azt mondja, hogy mondjuk a szomszédokkal összehasonlítja az adott háznak a felhasználását, és mondjuk ezeket a statisztikákat közzéteszi, és ezzel egy kicsit így motiválja az embereket arra, hogy okosan bánjanak az erőforrásaikkal. Úgyhogy a Nudge-nak így alapvetően négy ilyen lépése van, amivel elérhetjük a kívánt célt. Az első és legfontosabb az, hogy ösztönözzük a felhasználót, hogy a kívánt interakciót elérjük. Ez az ösztönzés, ez sokféleképpen működhet. Lehet alapvetően az is, hogy akár gamification segítségével motiváljuk, vagy valamilyen kedvezménnyel, tehát erre többféle megoldás is lehet, és majd így az esettanulmánynál mutatok rá példát. Az egyszerűsítés így azt akarja, amikor van egy ilyen komplexebb döntéshozatal, és ott próbáljuk meg kicsit így az opciókat és a lehetőségeket struktúrálni. Ez most egy ilyen tök egyszerű példa, de hogy mondjuk egy formon belül, hogyha meg kiválasztjuk, tegyük fel a környezetbarátabb választ, vagy a megoldást, vagy terméket, és az már alapból default ki van jelölve, akkor azzal egy kicsit sugalljuk, hogy azt válaszol, és nyilván választhat egy tök másik terméket, vagy egy tök másik választ is, de adunk neki egy kis támpontot. A harmadik ilyen eleme a Nudge-nak az, hogy tiszta legyen minden esetben a cél,
és a teljesítménye mindig látható legyen a usernek. Mit értünk ez alatt? Lássa azt, hogy az a döntés, amit ő meghoz, annak alapvetően milyen eredménye van. És ez mondjuk egy ilyen környezetbarát termék esetén, ő érezze azt, hogy igenis szerepe van abban, hogy milyen terméket választ, és hogy milyen hatása van ez a környezetre. Az utolsó része a másnak az pedig a megerősítés, hogy azonnali gyors visszajelzést kapjon a felhasználó arról az interakcióról, amit ő véghez vitt. Ez mondjuk lehet akár egy mikrokopi, egy kisebb modell, vagy akár egy gamification esetén mondjuk amilyen pontot kapott érte, tehát ez sokféle dolog lehet a kisebbtől a nagyobb vonát. És akkor áttérnék így a gyakorlati részére az előadásomnak. Csináltunk egy ilyen képzeletbeli alkalmazást, aminek az volt a célja, hogy az összes környezetbarát funkciót és módszertan megpróbáljuk így belesűríteni egy alkalmazásba, és ezáltal így végiggondolni, hogy mit tehetünk, mint UX designerek ennek érdekében. Ugye a koncepció az volt, hogy egy ételrendelős applikációt csináljunk, tehát effektíve egy netpincér vagy egy boltszerű alkalmazásról van szó, aminek nyilván a fő célja az, hogy a felhasználó ételt rendeljen, és nagyon fontos volt számunkra az, hogy ez az ételrendelés effektíve és a fő funkció az ne sérüljön azáltal, hogy milyen környezetbarát funkciókat tervezünk. Úgyhogy itt ezen a screenshoton gyakorlatilag így az étteremlistát látjátok, ez a kezdő oldal, amit a felhasználó először lát, itt szépen megadja a lokációját, és alatta pedig ilyen tagekkel tudja szűrni azt, hogy milyen találatokat mutasson. Itt látjátok is, hogy az első olyan tag az eco-friendly, tehát tud olyan éttermeket szűrni, amik környezetbarátak. Na már most itt egy ilyen kicsit bonyolultabb rendszer találtunk ki, hogy hogyan lehet mondjuk egy étterem környezetbarát. Ez nyilván attól is függ, hogy az éttermek mennyire nyitottak erre, de így azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nagyon-nagyon jó tendenciában halad a vendéglátás, és egyre több és több étterem van, akik vegának, akiknek fontos az, hogy környezetbarát módon operáljanak, és mondjuk tegyenek valamit a környezetért. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nyitottság alapvetően az így megvan. És hogy, tehát visszakanyarulva az eredeti kérdés, hogy mitől lehet mondjuk környezetbarát egy étterem. Például, hogyha mondjuk pálmaolajmentesen főz, vagy hogyha helyi alapanyagokat használ, vagy hogyha maga így a étel előállításának a technológiája az mondjuk valamilyen energiatakarékos módon készül, vagy most mondok valamit, az étterem tetején van egy napelem, akár mondjuk a kiszállítási lehetőségek között mondjuk biztosít környezetbarát kiszállítást és környezetbarát csomagolási lehetőséget. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik elősegítik azt, hogy környezetbarát legyen az adott étterem. És ezek alapján egy ilyen scoringot találtunk ki, hasonló értékelés, mint amikor bármit értékelsz a YouTube-on, vagy az Amazonon, vagy bárhol, csak itt nem a felhasználók értékelése az, ami számít, és egy számot ad meg, hanem az, hogy az előbb említett környezetbarát és fenntartható szempontok alapján mi az, ami az étteremnél mondjuk megvalósul. És akkor ez kapott egy ilyen kis teget itt az étterem neveinél, illetve van egy olyan tegünk is, hogy pálmaolajmentes. Emellett, ami még nyilván fontos volt, az az, hogy lássa, hogy mennyi idő alatt érkezik meg az étel, hiszen ez a fő célja az alkalmazáson belül. Amit még itt az elején nem mondtam, hogy zölddel direkt megjelöltem a wireframe-en azokat az elemeket, amik a környezetbarát dolgokhoz kapcsolódnak, hogy egyértelműben lehessen látni. A menü sor, miután a felhasználó kiválasztotta, hogy neki ez a Ralph Kitchen nevű étterem az, ami bejön, szeretné megnézni, hogy milyen ételkínálat van. És akkor kitaláltuk azt, hogy mondjuk lehetne a menünél mondjuk a top 3 környezetbarát étel, illetve az ételek is maguk kapnak egy ilyen környezetbarát értékelést, mellette ott lehet az, hogy mondjuk helyi alapanyagokból készült. És hogyha még rákattint a menün belül, vagy ráteppel a menün belül az adott ételre, akkor azon belül pedig megtalálja azt, hogyha mondjuk pálmaolajmentes, hogyha fairtrade alapanyagokból készül, ha organikus, hogyha húsmentes, és ezt mind megjelöljük. Nyilván az allergének is itt kaptak helyet, ami egy nagyon-nagyon fontos szempont, azt gondolom, így az elmúlt évek során egyre több és több ember lett sajnos allergiás különböző alapanyagokból, úgyhogy ezt mindenképpen szerettük volna megjeleníteni.
A következő pontban pedig, hogyha hozzáadtad az ételt a kosarához, akkor egy ilyen gyors három kérdéssel szerettük volna megkönnyíteni a kiszállítást, amit tényleg minél hamarabb a felhasználó ki tud tölteni. Az első ilyen kérdés az az volt, hogy van egyetlen szüksége ebből eszközre. Szerintem így nagyon-nagyon sokan vagyunk úgy, hogy otthonra rendelünk ételt, és alapvetően nincs is szükségünk azokra a műanyag evőeszközökre, amit elküldenek, tehát hogy az így maximum a kukába landol, tök jó nekünk, mint felhasználónak, hogy nem kell kidobni a kukába, nem is kérek belőle, és az étteremnek is tök jó, mert amúgy egy fölösleges költség nekik ezt odaadni és kiküldeni. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy akkor legyen egy ilyen kérdés, ami defaultból no-ra van jelölve, itt is próbáljuk sugalni a felhasználónak azt, hogy mi a helyes döntés, illetve majd még beszélek itt a gamificationről, mert itt vannak megjelölve pontok, amit az egyes válaszok után kap. A második kérdés pedig arra vonatkozik, hogy milyen csomagolást kér. Kérhet sima csomagolást is, és itt is például a mikrokopival jelezzük egy kicsit neki, hogy na hát ez nem környezetbarát. A másik pedig az újrahasznosított csomagolás, ami értelemszerűen nagyon sok esetben drágább, mint a sima, úgyhogy ennek az árkülönbségét jelezni szükséges a felhasználónak, hiszen nem szeretném becsapni. Tehát ez mindig cél volt a tervezés folyamán. És a harmadik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy milyen kiszállítási módot szeretne. Nyilván ételrendelésnél a legtöbben meg tök éhesek, minél hamarabb szeretnék megkapni a kajájukat, úgyhogy ott kell legyen a szokásos kiszállítási mód. Viszont az is előfordulhat, hogy mondjuk várok, nem tudom, néhány havert, akik át fognak jönni, és akkor tudom, hogy na olyan hét körül szeretnék pizzát rendelni, jó lenne, hogyha akkora ide érne, és akkor én ki tudom választani ezt a CO2 Saver Delivery-t, amikor így a környékre az összes többi kaját is kiszállítják, amit az elején említettem, ilyen batch kiszállítással, és akkor ezáltal így üzemanyagot spórol mondjuk az adott étterem. De mindenképpen fontos információ az, hogy kiírjuk, hogy ez egyébként mennyivel több idő, mint a sima gyors kiszállítás. A gamification, amit az előbb említettem, itt az egész folyamatban próbáltuk belecsempészni azt, hogy hogyan motiváljuk a felhasználót úgymond a helyes döntés felé. Az egyik ilyen például ez a pontrendszer, amit kitaláltunk, hogy az egyes környezetbarátabb ételek után és környezetbarátabb mondjuk csomagolás után kapjon pontokat. És ezeket a pontokat tudja gyűjteni, amit itt fölül láttok, hogy most 50 pontja van. A pontok után pedig egy ilyen badge rendszer találtunk ki, a seed állapotából indul, és egészen el tud menni a fruit állapotig, és ennek az egésznek az a vége, hogy az adott alkalmazás, vagy az adott cég ültet egy fát az ő nevében. És akkor ezzel így érezheti is a felhasználó, hogy na, valamit itt tett a környezetért, és hogy valami jó is történik. Ez az egyik része a gamificationnek, a másik része pedig az, hogy kitaláltunk egy ilyen average footprint nevű mérőt, ami azt mutatja, hogy neki a most átlagos, úgymond kajalábnyoma, az mennyi. Ezt széndioxid tehát hogy ez itt a széndioxid lábnyomot mutatja, viszont footprintnek neveztük el, hogy így jobban passzoljon az alkalmazáshoz, meg a témához, de itt alapvetően ez a szám ez abból jön, hogy milyen típusú ételt választott, és milyen típusú kiszállítást. Tehát mondjuk, hogyha egy marhahúsos hamburgert rendelt, rendes csomagolása, minél előbb kiszállítása, az nyilván egy ilyen sokkal magasabb széndioxid lábnyommal rendelkezik, még mondjuk, hogyha kér egy organikus, helyi alapanyagokból készült, mondom azt, vegán ételt, környezetbarát csomagolással és környezetbarát kiszállítással, akkor az egy tök jó footprint, és az már így rögtön így a zöld részében van a kis mutatónak. Úgyhogy ezzel is próbáljuk így kicsit pszichológiailag hatni a felhasználóra, hogy tegyen valamit, és hogy igenis a döntései azok hatással vannak a környezetre. Úgyhogy lényegében így ez volt az esettanulmány, amivel próbáltam szemléltetni azokat a példákat, és azt az elméletet, amit elmondtam. Tehát én nagyon-nagyon fontos tanúsága az egésznek az, hogy hogyan tudjuk úgy sugalni a helyes döntést, és sugalni a jelentőségét annak, ahogyan a felhasználó dönt, hogy gyakorlatilag kontrollálnánk, vagy rákényszerítenénk bármire is, vagy éppen az negatívan érinteni az éttermeket. És ezek azok az ilyen kis nüansznyi, apró elemek a tervezésnek, amikkel mégis környezetbarátabbá tudjuk tenni az alkalmazást és az adott terméket.
És fontos, hogy az egész folyamat során a felhasználókat tudjuk jutalmazni és motiválni arra, hogy mit választanak és hogyan, illetve hogy az összes információt, amit a folyamat során megkapnak, az mindig a megfelelő időben legyen és a megfelelő pontban. Úgyhogy én alapvetően ennyit szerettem volna ma nektek elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet! Roxy, azért még ne tűnj el! Jó. Mert van igazából három darab kérdésünk itt, amikor egyiket Orsi kérdését, én most, ha nem gond, áthelyezném a panel discussion, mert én ott sokkal jobb helyen látom. Okay. Ezt félreteszem, Orsolya, köszönöm szépen. A maradék két kérdés közül az egyik tőlem származik, a másik pedig az egyik résztvevőnktől, Klárától, úgyhogy Klárával kezdem. Teszteltétek ezt felhasználókkal? Nem teszteltük, mivel ez egy ilyen belső kísérleti projekt volt, ami nem olyan rég lett kész, szóval még nem volt tesztelve. Aha, és ha tesztelnétek, akkor van tippet, hogy mi az, ami elhasalna? Hát nyilván van a kiszállítási mód, szerintem nem lenne olyan, ami nagyon jól működne, illetve most mondom azt, egy átlag hamburgerevő felhasználó számára ez nem biztos, hogy egy olyan alkalmazás, amit minden nap használná, mert mindig negatívan érinteni az, hogy ő most megint mit tett a környezetért, és nem kap pontot, és ez nem jó neki. Tehát, hogy egy olyan típusú, vagy egy olyan beállítottságú embernek ez nem feltétlenül lenne jó. Uh-huh. Jó, és még egyet én szeretnék kérdezni. Ez pedig az, hogy... Azért ez az alkalmazás, meg ez a tervezés, amit itt csináltál, ez egy picit ilyen a környezetért teszünk valami másnak az ellenében. Mondjuk üzleti célok, vagy minden egyebek. Hogy lehet például egy olyan döntést hozni, hogy mondjuk promotálom azt, hogy többet vegyenek az emberek pálmaolajmentes dolgot, miközben igazából tudom, hogy emiatt Indonéziában sok-sok pálmaolajfarmer lesz szegény. Ezeket így hogy lehet szerinted kiegyensúlyozni, vagy hogy lehet eldönteni, hogy... Hát ez nyilván egy nehéz kérdés, de mondjuk ilyen esetben azt lehet mondani, hogy ha egy, mondjuk egy nagyobb cégről van szó, nem gondolom, hogy egy kisebb étterem mondjuk tud ezért tenni, de hogy mondjuk támogatja esetleg azokat a térségeket, akiket az mondjuk rosszul érint, hogy nem vesznek pálmaolajat tőlük, illetve támogatja nem is feltétlenül pénzügyileg, hanem az, hogy ezeket az embereket átképezzék valamilyen másik irányba. Nem gondolom azt, hogy ez így hosszú távon rossz lenne, mégpedig azért, mert csomószor kiderült a múltban is, hogy voltak gyárok, amik nagyon-nagyon környezetszennyezően működtek, és alapvetően ahogy megváltozott a kereslet, és valamilyen más irányba ment el. Igazából ezek a gyárak, ezek a cégek is valahogyan átváltoztak, még hogyha csődbe is mentek, de hogy alapvetően utána mindenki megtalálta az útját, és szerintem a világunk arra törekszik, hogy ez mindig egyensúlyban legyen. És ezt az egyensúlyt mindig így próbáljuk kalibrálni, és jól működővé tenni. És azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben is hirtelen ugye nyilván megbillen a mérleg egyik nyelve abba az irányba, hogy mondjuk azok az emberek elveszítik a munkájukat, és valami mással kell foglalkozni, viszont ez a környezet számára meg jobb, de elő vagy utóbb ez így kiegyenlítődik újra. Ha. Jó, és még egy utolsó kérdés most érkezett be Csabitól. Okay. Nagyon-nagyon le fogom rövidíteni, sorry Csabi. Szerinted mivel lehetne ezt eladni egy netpincérnek, hogy integrálja ezeket a feature-eket? Hát nyilvánvalóan azzal, hogy mondjuk ez egy tök jó reklám nekik. Tehát azt gondolom, hogy ma manapság, hogyha egy olyan cég vagy, aki azt mondod, hogy te figyelsz a környezetre, és valamit teszel érte, tök egyszerű példa a Forosan, nem tudom, ismeritek el, vagy akár a Pelakéz, ők mind olyan termékekkel mennek, ami teljesen környezetbarát, és iszonyatosan népszerűek, iszonyatosan jól megy nekik, azért, mert erre van igény. És ezzel szerintem egy cég nagyon-nagyon jó színben tünteti fel magát. Jó, erre szerencsére még úgyis vissza fogunk akkor térni a panelben, mert ez pont ott van a kérdéseim között legalább négyszer. Jó, akkor viszont nagyon szépen köszönjük, Roxy, hogy megbeszéltél nekünk. A panelnél úgyis találkozunk, és Dóri, szeretnélek megkérni arra, hogy lassan unmute-olj és tedd ki a prezidet, amíg én itt megpróbálok még néhány mondaton keresztül szépen lassan és hosszasan beszélni.
Dóri pszichológusként PhD, a PhD kutatásában nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy mi az etikai kontextusa annak, hogy hogyan is befolyásolhatjuk emberek életét és viselkedését. És most sokszor felmerült az az előző két előadásban, hogy hogyan tudunk olyasmit tervezni, ami szokásokat épít, és meghatározza azt, hogy emberek hogyan viselkednek, és hogyan viselkedjenek. Dóri most egy picit arról fog nekünk mesélni, kicsit a panelünk felvezetéseként is, hogy mi is annak az ilyen pszichológiai kontextusa, hogy hogyan ér beleszólni emberek életébe. Úgyhogy én most itt csendben is maradok, Dóri, és átadom ezt neked. Szuper, köszönöm szépen. Mindenki hall? Jó, oké. Köszönöm szépen a bemutatást. Mint ahogy az Ákos említette, én Rusz Dorottya vagyok, és pszichológia kutatással foglalkozom, és ahogy ezt már biztos láttátok a leírásban, én inkább egy ilyen filozófiai témával fogok foglalkozni, és ebben a 15 percben tulajdonképpen azt szeretném, hogy nagyon-nagyon sok kérdést fel fogok tenni, és azt szeretném, hogyha még több kérdéssel mennétek el, és ezt esetleg fel tudnátok használni ezeket a gondolatokat a munkáitokban, vagy a hétvégén töprenghetnétek rajta. Remélem nem hangzik ez ijesztően. Egy kicsit interaktívra terveztem az előadást, úgyhogy szerintem, hogyha az működik, akkor majd a chatboxba meg foglak kérni benneteket, hogy írjatok be egy-két dolgot. Szerintem ennek működnie kell, igaz? Ákos? Jó, oké. Okay. Tessék? Elvileg igen, de ha jó. Nem, akkor mindegyből tudok neked. Jó, oké, jól van, szuper. Na, akkor én egy kérdéssel szeretném kezdeni. Tényleg átmegy. Egy kérdéssel szeretném kezdeni. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy gondoljatok bele, hogy az, hogy rányomtatok erre a gombra, hogy attend online, ez egy tudatos döntés volt, vagy hogyan hoztátok meg ezt a döntést? Szóval, hogyha szerintetek szabad akaratból hoztátok meg ezt a döntést, akkor írjatok egy smiley-t a chatboxban. Upszi. Én nem látom a chatboxot. Mindegy. Szóval nem tudom, hogy hányan írtátok, hogy igen, de van egy rossz hírem. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy szabad akaratból hoz meg döntéseket, de nagyon sok esetben ez nem így van. Szóval az, hogy ti most eljöttetek erre a meetupra, ez rengeteg minden befolyásolhatta. Például az, hogy ránéztetek erre a UX Budapest logóra, és ez ilyen nagyon boldogsághormonokat szabadított fel bennetek, vagy visszaemlékeztetek jó dolgokra, amik ezen a UX Budapesten történtek, és ezáltal nyomtátok rá, hogy jó, oké, akkor csatlakozom. A másik pedig az lehetett, hogy talán a kollégáitok is csatlakoztak, és gondoltátok, hogy nem akartok kimaradni, valamint a harmadik legerősebb motiváció talán az Ákosnak a posztja lehetett Facebookra, ez egy ilyen 2-3 órája történt, ahol minden pszichológiai módszert alkalmazott arra, hogy csatlakozásra bírja az embereket. Szóval ezek mind olyan dolgok, amik a döntéseinket és a szabad akaratunkat befolyásolják, és hát akkor mi is az, hogy szabad akarat? Szabad akarat azt jelenti, hogy a gondolataink és cselekedeteink a hatalmunkban állnak, és tulajdonképpen az elménk irányítja a testünket, és a tudatunk irányítja a cselekvéseinket. És a filozófiában ez egy nagyon-nagyon régóta fennálló vita, már az ókori Görögország Arisztotelésztől kiindulva rengetegen gondolkodtak arról, hogy van-e szabad akaratunk, vagy nincs. És nagyon sokan azt állítják, hogy egyáltalán nincs ilyen, hogy szabad akarat, ez egy illúzió, és például erre az egyik legjobb bizonyíték egy neurológiai kísérlet, ahol megkértek embereket, hogy hozzanak döntéseket, és azt vették észre, hogy amikor meghozták a döntést az emberek, azelőtt már több másodperccel elkezdődött valami agyműködés. Tehát ebből kiindulva tulajdonképpen a tudatalattink már minket befolyásol a döntés meghozás előtt is. És erre építve egy filozófus Sam Harris azt mondja, hogy ha egy cselekedetet tudatalattink irányít, akkor tulajdonképpen az nem nevezhető szabad akaratnak.
És hát nyilván erre rengeteg példát hozhatunk fel, a legjobb talán a reklámozás, nagyon-nagyon sok kísérlet van, amit biztosan ti is ismertek, például, hogyha megnéztek azokat a képeket ott alul, akkor a boltban, hogyha valamit szemmagasságba helyezünk a polcon, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fogják megvenni az emberek. Hogyha a Mekibe elmész és kérsz egy menüt, és azt kérdezi az eladó, hogy szeretnél extra nagy sült krumplit, akkor nagy valószínűséggel el fogod vinni azt az extra nagy sült krumplit, és hogyha látod a TripAdvisor logót valahol, valamilyen étteremnek az ajtaján például, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fogsz bemenni. Ugye ezek mind bizonyítékok arra, hogy tulajdonképpen nincs nagyon szabad akaratunk, és a tudatalattink irányít nagyon sok döntést. Viszont van egy olyan csoport is, aki azt mondja, hogy igenis van szabad akaratunk, és például ez az ember az 1700-as években, egy Thomas Reed nevű ember, egy filozófus azt állította, hogy az emberben csak akkor válik uralkodóvá az, aminek az örök törvény szerint uralkodnia kell, ha az ész, az értelem vagy a szellem kormányozza a lélek irracionális ösztöneit. És ezen elmélet szerint tulajdonképpen én nagyon racionális döntéshozók vagyunk, és tudjuk mérlegelni az opcióinkat és a következményeket, és így hozunk döntéseket. Ehhez kapcsolódik például a viselkedési közgazdaságtan, mi azt állítja, hogy ilyen profit maximalizáló lények vagyunk, és hogy mindig optimális döntéseket hozunk. Ebből a szempontból a reklámozás, a manipuláció és a hirdetés tulajdonképpen csak egy ilyen irányadás, egy információ számunkra, és akkor ezeket felhasználjuk és döntünk. Szóval rengeteg vélemény létezik a szabad akaratról, nagyon nagyok a viták, nagyon régóta fennálló, de amiről én akartam beszélni, az tulajdonképpen az, hogy ha van, ha nincs szabad akaratunk, ezt nem nagyon fogjuk tudni valószínűleg eldönteni, de tegyük fel, hogy van szabad akaratunk, akkor nekünk, mint tervezőknek, kutatóknak, akármilyen minőségben vagyunk itt, van-e jogunk ahhoz, hogy a szabad akarat és a szabad választást befolyásoljuk? Vagy tulajdonképpen, hogyha nincs szabad akarat, akkor tök mindegy, hogy mit csinálunk, mert amúgy sincsen szabad választása az embereknek? És mi van akkor, hogyha a profitért csináljuk ezt? Mi van akkor, hogyha tudjuk, hogy valaminek káros hatása van, de tudjuk, hogy profitunk lesz belőle? Vagy a másik oldalának az egésznek az, hogy ha jót akarunk, tehát valamilyen viselkedésváltoztatás, próbálunk segíteni leszokni az embereknek valamilyen káros dologról, akkor ez mennyire etikus. És tulajdonképpen hoztam két példát, amiből szerintem látni fogjátok, hogy ez egy eszméletlenül komplex kérdés, nincsenek konklúziók, tulajdonképpen szerintem nagyon jó erről beszélgetni és vitázni, és talán ti is még több kérdést fogtok majd feltenni így az előadás után. Na, akkor kezdjük a dohányzással. Most visszarepítelek benneteket egy olyan időbe, amikor még lehetett dohányárut reklámozni, és például a 40-es években már világossá vált, hogy a dohányzás nagyon-nagyon sok káros hatása van a dohányzásnak. Például úgy kezdődött, hogy köhögés és torokirritáció. Na most ez nem tűnik annyira rossznak, de hogyha megnézzük ezeket a reklámokat, akkor ez nagyon abszurd, hogy tulajdonképpen felkértek a dohánycégek orvosokat, mint autoriter személyek, hogy ők reklámozzák, ők legyenek az arcai a dohány áruknak, és akkor ilyen szövegekkel próbálkoztak, mint például, hogy több orvos szív Camelt, mint akármilyen más cigit, vagy több mint 20 000 orvos a Lakit ajánlja, mert hogy sokkal kevésbé irritáló a torok számára. Tehát ezzel próbálták meg kompenzálni, és amikor már világossá vált a 50-es, 60-as években, hogy tulajdonképpen a cigaretta összefüggésben van nagyon-nagyon negatív dolgokkal, mint például a tüdőmegbetegedések, akkor pedig a kutatást helyezték előtérbe, tehát azt csinálták, hogy felbéreltek kutató cégeket, hogy vizsgálják tulajdonképpen a tüdőbajok és a dohányzás közti viszonyt, és akkor így ezt tették ki a hirdetéseknek az elejére, hogy úgymond egy ilyen társadalmi felelősségvállalás mutassanak, hogy hát igen, lehet, hogy rossz hatása van, de azért mi gondoskodunk erről, vagy hogy nekünk ez fontos. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ez etikus?
Szerintetek etikus-e az, hogy ők nagy valószínűséggel tudták, hogy mit okoz a cigi, és mégis tulajdonképpen reklámozták, és azt akarták, hogy minél többet eladjanak? Szóval írjátok be a chatboxba, hogyha lehet, hogy szerintetek ez etikus-e, vagy ez oké-e. És hát nyilván ez a legextrémebb példa egyébként. Ez nyilván morálisan nem oké, szerintem, legalábbis a mai világban ez lenne a konklúzió. Viszont, hogyha tegyük fel, hogyha nagyon jó indulatúak vagyunk ezekkel a reklámokkal, vagy ezekkel az emberekkel, akkor ugye ők azt feltételezték, hogy az emberek racionális döntéshozók, van saját akaratuk, és akkor ők csak oda tettek információt nekik, hogy döntsétek el, hogy mi lesz. Tehát dohányoztok-e vagy sem, ez a ti döntésetek, mi megadtunk nektek nagyon sok információt. Na most nagyobb valószínűséggel az emberek nem nagyon tudnak, nem mindig tudnak tudatosan dönteni, és ezáltal nézzük meg a dohányzásnak a másik oldalát. A dohányzásból rengeteg kár származik, például az, hogy évente 8 millió ember hal meg dohányzás okozta betegségekben, ebből 28 ezer halál van Magyarországon, és a dohányzás egy olyan közgazdasági szempontból, egy olyan érdekes jószág, aminek nem csak a fogyasztó saját magára van hatással, hanem tulajdonképpen a környezetére is. És a WHO becslései szerint ilyen 1000 milliárd dollár kár származik a dohányzásból, körülbelül egy évben az egész világnak, egészségügyi gond ellátás miatt, valamint a munka kihagyása miatt. És Magyarországon is van egy ilyen statisztika, és ott arra becslik, hogy ilyen 441 milliárd körül van ez a kár. Na most ezeket a károkat tudva, újabban felteszem azt a kérdést, hogy ilyenkor beleszólhatunk az emberek döntéseibe? Ilyenkor, mint tervezők, kutatók, vagy az állam, mit tudunk csinálni? És akkor erre például nagyon erős viselkedésváltoztatás, ami ilyen nagyon felülről lefele jövő, tehát mondjuk nem ilyen nudge szint, hanem még szisztematikusabb, az úgynevezett plain packaging. Ez egy ilyen nagyon elvileg nagyon hatásos példája lesz a viselkedésváltoztatásnak, de még nincs annyi adat. És tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy van egy törvényhozás, hogy mostantól kezdve a cigit csak ilyen barna csomagolásban lehet árulni, amit láttok a képernyő jobb oldalán, és tulajdonképpen minden ilyen márkanevet, márkaszíneket, vagy betűtípusokat ki kell törölni az egészből. Bocsánat, remélem, hogy láttátok eddig is. Ki kell törölni az egész dobozról, és ott lehet a maga a márkanév, de csak ilyen fehér, szimpla ráírással. És ez tulajdonképpen arra a pszichológiai teóriára épül, hogy a visszatérő használat alkalmával tulajdonképpen a fogyasztó megtanulja a Marlboro logót asszociálni azzal az örömmel, ami a fogyasztásból származik. Tehát, hogy nem csak már a cigi maga az öröm, hanem ez a Marlboro logó, hogyha meglátod, akkor a dopamin elkezd az agyadban létezni. És ezáltal annyira erős asszociáció alakul ki, hogyha bemész a boltban, meglátod a Marlborót, akkor az egyből oda csábít tulajdonképpen a választáshoz. És ez a plain packaging, ez próbálja széttörni ezt az asszociációt. És hát egyre gyűlnek a kutatások a plain packagingről, és nézzük meg, hogy eddig miket találtak. Csináltak egy olyan kutatást, hogy behívtak embereket, és megkérték őket, hogy szívjanak el egy cigit ebből a plain packaging dobozból, és egy Marlboro dobozból. És igazából mind a kettő dobozban ugyanaz a típusú Marlboro cigi volt, és azt mondták a résztvevők, hogy ebből a barna dobozból sokkal rosszabb volt az íze a ciginek, és hogy tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes mondat, ami számomra nagyon, nagyon érdekes volt, hogy ebben a csomagolásban a dohányzás most már tényleg olyan undorítónak tűnik, mint amilyen valójában. Tehát valamit csinál ez a plain packaging, valahogy befolyásolja az érzékelést,
Ami eddig adat van, az Ausztráliából származik, mert ott már 8 éve van ilyen plain packaging törvény, és az a legnagyobb találmány, hogy igazából nem szoknak le az emberek, de kevesebben kezdenek dohányozni. És ugye ez valószínűleg azért van, és azzal magyarázzák, hogy a cigi, az nagyon, a cigi márka tulajdonképpen az identitásunkat is tükrözi. Tehát például, hogyha te Marlborót szívsz, akkor beletartozol egy bizonyos csoportba, és ezzel az identitásodat sugallod a többiek felé. És hát rengeteg kritikát kapott nyilván ez a plain packaging. A legnagyobb kritika az, hogy beleszól a szabad választás jogába és a szabad akaratba. Tehát, hogyha én cigizni akarok, akkor nekem nem mondja meg senki, hogy melyik márkát válasszam. Az a legnagyobb kritika, hogy tulajdonképpen így leblokkolják a választás könnyűségét, és elvakítják így az érzékelést valamilyen szinten. A második legnagyobb kritika az nyilvánvalóan ugye az atyáskodás, hogy az állam atyáskodik a fogyasztó vagy a polgárok felett. Ugye ez az a felfogás, hogy a polgárok nem tudnak döntéseket hozni maguktól, kicsit ilyen lenéző állásmód, és ezért mi hozunk nekik döntéseket, mint állam. És hát nyilván ez a másik oldalról pedig azt mondják, hogy ha mást is veszélyeztet, és gazdasági vonatkozása is van, akkor viszont muszáj az államnak beleszólnia ilyen típusú viselkedés változtató módszerekkel. És a másik példa, amit hoztam, az a cukros italok, és egyébként ebben az az érdekes szerintem, hogy nagyon hasonló utat jár be, mint a cigi, csak ennek most tanulja lehetünk, mert ugye ez most így real-time-ban történik. És tulajdonképpen akármennyire is tiszta már, hogy a cukros italok vagy a cukor maga mennyire negatív hatással van a szervezetre, a reklámok továbbra is léteznek, és például a Meki, ami szerintem nagyon abszurd, hogy támogatja a obezitás kutatást, de ugyanakkor meg tonna mennyiségbe ad el cukros italokat. Úgyhogy szerintem lehet, hogy mi megéljük még azt a kort, amikor a cukros italoknak se lehet majd reklámja. És hát nyilván, mivel ennyire negatívak a hatások, ezért nagyon sok ember feltette azt a kérdést, hogy hogyan szoktassuk le az embereket, milyen beavatkozásokat tudunk, vagy milyen intervenciókat tudunk szervezni. És hát ugyanúgy itt is rengeteg negatív hatás van, 3 millió halott a világon a cukorból származó különböző problémákból. Magyarország 3. legelhízottabb ország az EU-ban. Minden negyedik ember túlsúlyt cipel, és világszinten $1 billió a kár, az elhízásból származó kár. Hát két stratégia van, amit alkalmaztak mostanában. Az egyik a cukoradó, amit biztos mindenki ismer, és ugye a plain packaging is kezd már ilyen nagyon híres lenni. És a cukoradó az ugye azt jelenti, hogy bizonyos termékek, amiben nagyon sok cukor van, azt megadóztatjuk. És egy nagyon érdekes példája volt ennek Skóciában, hogy ott a Skóciában az ilyen nemzeti ital a whisky után, ezt úgy mondják, ez az Iron Brew, amit itt láttok a képen, ez egy ilyen fokrémre és gumicukorra hasonlító narancssárga ital, és a skótok imádják, annyira imádják, hogy fanklubok alakultak, Facebook csoportok, és amikor megjelent a cukoradó, akkor a skótok annyira mérgesek lettek, hogy kimentek az utcára tiltakozni, mert az Iron Brew meg akarta változtatni a receptet. És hónapokig tiltakoztak, hogy ne változtassák meg ezt a receptet, meg ne tegyenek bele kevesebb cukrot, mert hogy az borzalmas lesz. És nyilván az egyik legnagyobb problémájuk az volt, hogy ugyancsak megint az állam beleszól a szabad választás jogába, és lekorlátozza az embereket. Valamint a másik legnagyobb kritika a cukoradóval kapcsolatban az, hogy egyáltalán nem fair, mert az alacsony jövedelműek fogják úgymond megszívni, tehát megint ők lesznek azok, akik mondjuk többet fizetnek, amíg egy magasabb jövedelmű embernek semmi problémája nem lesz abból a 24 cent változásból. Viszont, amit nagyon fontos említeni, hogy ez egy nagyon hatékony viselkedés változtató módszer, tulajdonképpen ez a leghatékonyabb az összes módszer közül, és szignifikánsan csökkenti a cukorfogyasztást. A plain packaging is mostanában
elkezdődött egy ilyen kutatássorozat, hogy hogyan is tudnánk a plain packaging-et alkalmazni a cukros italok fogyasztásához. És mi Glasgow-ba csináltunk egy ilyen kísérletet, hogy behívtunk embereket, és megkérdeztük, hogy az egyik csoportba ezt a baloldali Coca-Colát mutattuk nekik, hogy mennyire szívesen innák meg. És a másik csoportba pedig ugyanezeket az italokat mutattuk, csak ilyen plain packaging-gel, ami a jobb oldalon van. És tulajdonképpen nem volt semmi különbség a két csoport között, és nagyon sokan azt mondták, hogy bármilyen csomagolásban jön a kóla, én ugyanúgy fogom imádni, és ez semmit nem fog megváltoztatni. Úgyhogy itt pedig az van, hogy érdekes, nem úgy, mint a cigivel, hogy itt a plain packaging lehet, hogy nem fog semmit se használni. Lehet, hogy ezek az asszociációk annyira erősek, hogy nem fogják megváltoztatni ezzel az emberek döntéseit és viselkedését. Lehet, hogy ez abból is fakad, hogy a cukros leveknek nincs annyira ugye a köztudatban káros hatása, mint mondjuk a ciginek, de ez egy érdekes jövőbeli kutatási téma, valamint viselkedésváltoztatási téma, hogy hatásos lesz-e vagy sem. És hát a szerintem, ami nagyon fontos, hogy nincsen konklúzió, tehát nincs olyan, hogy jó vagy rossz, sose lesz egyértelmű, hogy ki mennyire tudja befolyásolni a szabad akaratot. Ez egy állandó harc, tulajdonképpen egy ilyen abszurd harc, hogy a reklámok megpróbálják felhívni a figyelmet, és az állam vagy a viselkedésváltoztató módszerek pedig megpróbálják elvonni a figyelmet a káros termékekről. És én egy kérdéssel szeretném befejezni, vagy egy ilyen nagyobb kérdéssel, amit majd esetleg megvitathatunk. Hogyha ránéztek erre a képre, jobb oldalon, akkor képzeljétek el, hogy az állam mondjuk annyira beleszól mindenbe, hogy minden ilyen plain packagingbe lesz. És bemész a boltba, és ezt látod. És ezt tulajdonképpen ez lesz a polcokon, tehát minden ilyen fehér-fekete lesz, és ilyen szürke lesz. És szerintetek ez egy utópikus, vagy egy disztópikus állapot? Szerintetek ez jó, vagy rossz? Szerintetek ez segíteni fog valamiben? Vagy milyen hatásai lesznek? Köszönöm szépen a figyelmet. Annyira azért nem megy még messze, mert igazából az a szerencsés helyzetünk van, hogy egy csomó olyan kérdés érkezett be a chatben, meg a Q&A-ben is, amiket én igazából nem is annyira irányítanék feléd, Dóri, hanem bedobnám a panelbe, mert gyakorlatilag egy jelentős részben hasonlítanak azokhoz a kérdésekhez, amiket én is szerettem volna ebbe a panelbeszélgetésbe bedobni. Mert hogy most itt így az előadások után átváltanánk erre, alapvetően talán figyeltétek azt, hogy egy olyan ívet próbáltunk ennek a... Köszi Bálint, hogy dohányzol, és ezzel példát mutatsz nekünk, impressionable embereknek, hogy elindultunk egy ilyen nagyon távoli a környezet felé való felelősség témájától Judittól, Roxy UX-hez és digitalizációhoz kapcsolódó viselkedésmódosító témáján át, Dóriig, aki arról beszélt, hogy egyáltalán, ha egy jó céllal próbáljuk befolyásolni egy ember viselkedését, az mennyire oké. És ezek igazából azért nagyon izgalmas kérdések, mert azt vetik fel, hogy mi alapján tudom én azt eldönteni, hogy mi a jó. Hogy hogyan tudok én meghozni dizájnerként vagy kutatóként egy döntést arról, hogy mi az a viselkedés, amit oké kiépíteni egy emberben, és mi az a viselkedés, amit nem oké kiépíteni egy emberben. És ezt most így be is dobnám nektek, mindenkinek itt a panelünkben. Most Mondovics Péter a Mastercard-tól, és Ferenci Bálint a, nem tudom, mit kell rólad mondani, hogy honnan, a faházból. Ez így teljesen jó. Ezt így bedobnám közétek, hogy szerintetek mikor oké, mi alapján tudjuk eldönteni egy ilyen viselkedés megváltoztatásra, hogy mi az, ami egy jó viselkedés, amire rákényszeríthetünk, vagy rábírhatunk, vagy manipulálhatunk felé emberek, és Bálint, hát, mi utolva meg a Mondi, úgyhogy bármelyik ötök nyugodtan.
Jó, nekem egyébként az jutott az eszembe, ezt biztos ismeritek, vagy hát is sokan ismerik, ugye a Facebookos sztori, ugye a like gomb, és a... tehát ott például az ilyen tök érdekes történet, hogy a pozitív megerősítés az egy klik lett, viszont hogyha te egy negatív vagy hát nem is megerősítés, de hogyha valamire negatívan akarsz reagálni, akkor abban ugye több effortot kell beleraknod, mert ugye kommentben kell írnod. És ott például nekem ez egy ilyen tök érdekes kérdés, hogy így tudták-e azt a designerek, akik ezt így összerakták, hogy egyébként ennek így milyen hatásai tudnak lenni. Hogy, illetve nekem most ez is egy kérdés, hogy neki kíváncsiak, hogy ti hogy vélekedtek róla, hogy ezt most nem tudom szépen megfogalmazni, de ugye a like kurvaság, mint egy fogalom, hogy gyakorlatilag az ilyen instant gratification, hogy gyakorlatilag azért posztolsz ki dolgokat a social médiában, minél több lájkot kapsz, és gyakorlatilag az egy ilyen mérőszám lesz, ami alapján így akár saját magadat is ítéled meg, akár másokhoz képest rakod be magad. Szóval ez egy ilyen tök érdekes kérdés nekem, hogy ezt így előre így egyáltalán lehetett-e látni, meg hogy így mi volt ezzel. Én egy kicsit másik oldalról jönnek, talán. Először is, tehát így nekem a múltam is úgy épült föl, hogy nagyjából olyan cégeknél dolgoztam, aminek hittem a termékeiben, mondjuk egy része az autóiparban volt, de az autóiparban is mondjuk inkább azoknál a szereplőknél volt szerencsém dolgozni, akik azért elindultak így, mondjuk egy környezettudatosabb irányba. Egyrészt itt a környezettudatossággal kapcsolatban szerintem tök fontos, hogy egy cég az hangsúlyt fektessen erre, és ne csak a mindennapi mondások szintjén. Ugye az a baj, hogy a marketingesek nagyon benne vannak ebben, hogy az értékesítést kell támogatni, és a kutatások is olyan szemszöggel készülnek, hogy azon a csövön, amin keresztül ugye tudunk értékesíteni, minél többet tudjunk átnyomni. Ami nem feltétlenül egy jó hozzáállás, ugyanis pont az ügyfél vagy a vevő marad ki ebből. Tehát bizonyos olyan attribútumokat próbálunk megtalálni, amivel ugye el tudjuk mondani azt a történetet, hogy miért lesz neked ez jó. De ugyanakkor nem fektetünk semmiféle hangsúlyt arra, hogy ez valójában miért lesz jó, valójában a hétköznapjait az embereknek hogyan fogjuk ezáltal könnyebbé tenni. És most itt ugye van egy szemléletmódváltás, ami az utóbbi időben egyre erősebben előjön, ami igenis, tehát már vannak olyan tudatosabb rendek, akik a UX oldalról közelítették meg a dolgokat. Mi is egy csomó olyan szolgáltatást a Mastercard-nál például eldobtunk, ami nem felelt meg ezeknek a kritériumoknak. Például volt olyan szolgáltatásunk, ami a CO2 kibocsátást növelte volna. És azt mondtuk, hogy bitangjó szolgáltatás, tényleg tök sokan használnak, de nem fogjuk ezt erőltetni, mivel hosszú távon ez az emberiségnek, meg a Földnek lesz káros. Ugyanakkor van olyan szolgáltatásunk is, például amit bankoknak tudunk adni, ami kimutatja, hogy bizonyos vásárlási tevékenységek mekkora, milyen ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Na most ez az, ami a kutyának nem kell. Tehát az a baj, hogy van itt egy trend, ami nagyon hangsúlyosan megjelent az utóbbi időben, és a környezet tudatosságra épül, és pont azok, akiknél ezt be kéne építeni, akik ezt igazából az emberek közelébe tudnak vinni, azokat nem érdekli, mivel egy lépéssel hátrébb vannak. És itt a marketingeseknek például a szerepe az iszonyatosan fontos, mivel a marketingesek ahelyett, hogy azzal vannak elfoglalva, hogy azon a kis csövön minél több értékesítést nyomjanak keresztül, ahelyett hosszú távra kéne játszani, és pont ezeket a folyamatokat kéne figyelni, és minden egyes eszközben, minden egyes kampányban, ahogy az fel van építve, ahogy a termék maga fel van építve, ott már ezeket a hosszú távú trendeket kéne szem előtt tartani. Még arról beszélgettünk
az elején, hogy melyikőtöknek mi a véleménye arról, hogy milyen témákban oké embereknek a viselkedését valamerre terelni. Én tök kíváncsi lennék mindannyiótoknak a véleményére, hogyha egy mondatot erről mondanátok. Mondinak mindjárt erre a felvetésére annyira fogok válaszolni, mint az állat, de... Figyelj, én alapvetően azért hiszek a szabad akaratban. És most az, mennyire vagyok meghasonlott marketinges, és mennyire nem, az szagyjuk. A régi marketing tankönyvek szerintem már szépen kezdenek elavulni. Tehát ha mostanság egy fogyasztó már nem azt kapja, amire neki szüksége van, hanem azt próbáljuk rá erőltetni, amit mi gondolunk, hogy neki arra szüksége van, mondjuk egy kutatás alapján, akkor megette a fene az egészet. Én úgy gondolom, hogy hagyni kell az embereknek, hogy meghozzák ezeket a döntéseket, és igazából a design és a szolgáltatások UX-ének abban van szerepe, hogy minél rövidebb úton jusson el addig a kívánt eredményig, ahol el akar jutni. És amelyik brand ezt tudja, és mindenféle bullshit nélkül tudja, tehát itt azért vannak szépen upsells meg cross-sells technikák, de amelyik brand ezt az alapszolgáltatásban tudja hozni, az sikeres lesz. Amelyik nem, az hosszú távon azért ki fog kopni. Én így az előző kérdéshez még így jobban reflektálva, hogy mihez van jogunk, és hogyan lehet az embereket formálni. Ez a film jutott eszembe, nem tudom, láttátok-e, a Great Hack, ami arról szól, hogy a Facebook kampányokat, meg az ilyen Facebookos híreket hogyan használták fel, és hogyan használta fel Cambridge Analytica, hogy formálja az emberek véleményét. És ott is így elég nagy mintát néztek, és mindig politikai nézetek szempontjából, mind akár ilyen általános vélemények szempontjából, mindig vannak azok az ilyen nagyon határozott emberek, akik igenis tudják, hogy mit akarnak, és akik bármit bárhol olvasnak, azok akkor is így fogják gondolni, mint gondolnak, ahogy. És van ez egy ilyen, akár a népességnek mondjuk körülbelül az ilyen 30-40%-a, akik meg úgy nyitottak a mások véleményére, meghallgatják, és nagyon könnyedén tudnak egyik oldalról a másikra átvándorolni, és például egyébként ugye Cambridge Analytica ezeket az embereket célozta meg, amikor például mondjuk egy ilyen politikai szavazást akartak befolyásolni. És hogy nyilván ezek azok az emberek, akikre tudunk szerintem egy-egy ilyen nudge, vagy egy-egy ilyen marketinggel, vagy bármilyen módszerrel eszközzel hatni, legyen az etikus, vagy kevésbé etikus cél érdekében. És nyilván vannak azok az emberek, akik pedig, akiket nem nagyon lehet befolyásolni, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy vannak olyan témakörök, ahol szerintem viszonylag kis eséllyel lehet hibázni, és azt mondani, hogy nem egyértelmű, hogy mi az, ami etikus, és szerintem a környezetvédelem az egyébként tipikusan ilyen. Tehát ott, hogyha úgy edukálod az embereket, hogy mi a jó a környezetnek, akkor alapvetően szerintem azzal nem lehet mellélülni, és alapvetően az edukáció, az nem gondolom, hogy rossz célú lenne, vagy a szabad akaratot befolyásolná, hiszen aki annyira ettől távol állna, és annyira nem akarja magát ez alá vetni, az úgyis azt fogja mondani, hogy nem köszi. Én is egyetértek, szerintem ez ilyen nagyon társadalmi kérdés, nagyon réteges, mert hogyha most belegondolunk abba, hogy vannak tudatos fogyasztók, most képzeljünk el egy edukált, jómódú, 35 körüli embert, aki utána olvas mindennek, és jól létben van, és meg tud hozni tudatos döntéseket. Nyilván nekik teljesen máshogy válaszolnék erre a kérdésre, lehet, hogy nekik nem kell ekkora irányadás. Viszont, hogyha belegondolunk abba, hogy a igazi problémák, a nagyon, nagyon sok probléma alacsonyabb edukált embereknél fordul elő, például ugye nyilván a jövedelem is nagyon nagy korrelációban van azzal, hogy mennyiféle megbetegedés van, meg ilyen rossz döntések sorozata, akkor viszont szerintem valamilyen szinten felelősek vagyunk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek döntéseket hozni. És főleg a környezettudatosság szerintem egy olyan téma, ami nyilvánvalóan nagyon sokunknak fontos, és nagyon, nagyon szeretünk erről gondolkodni, meg olyan döntéseket hozni, hogy hogyan tudnánk még tudatosabban élni, de vannak olyan emberek,
a nagy többsége az emberiségnek, akik viszont nem tudnak ilyeneken gondolkodni, mert nem jutnak el odáig a piramisban, hogy ilyen gondolatköröket vessenek föl. Úgyhogy szerintem ott viszont a nudging egyáltalán nem probléma, és szerintem teljesen etikus. Úgyhogy egyetértek a Roxival ebben. Erre reflektálnék egy kicsit, hogy nekem így az merült föl, ahogy Roxi mutatta be a esettanulmányt, hogy most azt nem tudom, mennyire sarkítom ki, vagy sem, de hogy ezt úgy is értelmezhettük, hogy igazából a felhasználók vagy a fogyasztókra toljuk rá a felelősséget, hogy ők most környezet tudatosak vagy sem, és a szolgáltató meg ugyanúgy tud nem környezet tudatosan is működni, vagy környezet szennyezően, és hogy de igazából így a meglévő UX-es vagy felhasználó központú tervezési keretrendszerre gyakorlatilag így visszük őket abba az irányba, hogy. És nekem igazából itt az egy kérdés, hogy nekünk egyébként ebben az irányba kell menni, tehát hogy így a meglévő keretrendszert kimaxolni, és úgy beállítani a prioritásokat, hogy így a felhasználókra hassunk, vagy egyébként így a megbízóinkra, vagy így a szolgáltatókra, hogy így lehet, hogy nem kéne ennek igazából más választás se, hanem csak környezettudatos. Bocsánat, mondjad nyugodtan. Ja, hogy én, köszönöm, hogy én is pont így ezen a vonalon akartam hozzászólni a beszélgetéshez, hogy nem tudom, jövőre vagy idén betiltják az egyszer használatos műanyagokat, és akkor már nem kell odarakni a kis pipát, hogy nem tudom, műanyag zacskót kérek, vagy műanyag villát, vagy nem. És hogy ezt még nagyon sok más ilyen részletre is meg lehetne vizsgálni, hogy mennyire szükséges igazából az, hogy használjuk azokat a bevett mintákat, amiket az elmúlt 10-20-30 évben használtunk, csak azért, mert most itt vannak. És ezeket ki lehetne kerülni egyrészt, másrészt meg felmerül igen a kérdés, hogy miért tolunk át mindent a végfelhasználóra, amit egyébként már többen, hát erről már sokan elmondták, hogy igazából ez egy átverés, ez a nagy ipari trösztöknek és cégeknek a sok éves marketing lobbyjának a tevékenységének az eredménye, hogy elhiszük azt, hogy tőlünk az, hogy milyen környezeti, milyen környezeti hatások lesznek azáltal, hogy én most kólát fogyasztok, vagy nem. Nyilván vannak saját magamra hatások, meg vannak környezeti hatások. A végfelhasználó is nagyon fontos ezekben az egyenletekben, de hát sokkal-sokkal hatásosabb az az ipari lobby, meg gazdasági erő, ami a nagyvállalatokban és a kormányokban megvan. Egy új törvénymódosítással be lehetne tiltani azt, hogy olyan alapanyagokat ne használjanak cégek, amiknek az előállítása során, nem tudom, esőerdőket vágnak ki. Tehát, hogy persze az is megvan, hogyha van megfelelő mennyiségű tömegnyomás, akkor ezeket is el lehet érni a másik irányból. De hát szerintem ezt mindenki látja maga körül, hogy ezek sajnos sokkal kevésbé hatásosak. Hát azt szerintem az egymillió dolláros kérdés, tehát pont azon gondolkoztam, hogy ugye egyrészt a cégekben dolgozó emberek is ugyanolyan végfogyasztók, tehát, és ez egy közös játék. Egy cég magától nagyjából sose fogja azt mondani, mondjuk egy ilyen gyártásban érdekelt cég, hogy hát persze át fogok állni sokkal környezetbarátabb technológiára, hogyha nincs meg nagyon erősen egyrészt egy fogyasztónyomás, másrészt meg, hogyha nincsen meg egy olyan technológia, ami mondjuk nem röpíti az egekbe a költségeket, vagy mondjuk a versenytársai ugyanezt csinálják. Azt szerintem az államtól elvárni, hát kicsi utopisztikus, bár vannak olyan országok, ahol jól működik, de nagyjából utopisztikus itt Kelet-Európában, hogy nagyon komolyan mögé álljon. A cégeket kell rászorítani egész egyszerűen arra, hogy ez egy létező trend, ezt követni kell. Egészen azért, mert meg fog szűnni a piacuk hosszú távon, hogyha nem adaptálódnak.
Meg hát van egy olyan fogyasztói nyomás, hogy ugye most már választás, a döntéseimet, és ezt láthattuk ugye a statisztikákból, a döntéseimet már azért elég nagy számban az alapján hozom meg, hogy mennyire környezettudatos az adott brand, vagy az adott gyártó. Úgyhogy ez egy közös játék, és lehet, hogy kicsit szkeptikus vagyok, de én inkább most ugye az alulról építkező folyamatokban hinnék. Tehát minél több helyre jutunk el ezzel az ügyel, minél több mindenkit tudunk meggyőzni, annál sikeresebb lesz. Szerintem Péter így teljes mértékben kimondta a cool szót, és én így közgazdaságtanból így azt gondolom, hogy ez teljesen valid, mert nagyon sokszor a piacot a kereslet határozza meg. És hogyha az emberekben kiépítjük és növeljük a keresletet, illetve ezt az igényt bennük, szerintem azzal elő vagy utóbb a piaci versenyzők kénytelenek ehhez egy ezután menni. Viszont UX designerként nyilván lehet hatással lenni ezekre a cégekre, de, és lehet mutatni neki statisztikákat, de nem gondolom azt, hogy az állam, vagy akár mi tudunk olyan hatással lenni, hogy ők mondjuk megváltoztatnák a gyártási technológiájukat miattunk. Viszont inkább azt gondolom, hogy ezt így a kereslet oldaláról tudjuk mi UX designerek befolyásolni ezt. Mondanék két dolgot, jó, ami most közelmúltban, és nem biztos, hogy gyártó, inkább kereskedői oldalról most így végbe ment. Ugye most jött ki a magyar kereskedelmi top lista, ugye a retail, mondjuk azt, hogy az áruházak forgalmáról, és érdekes módon a Lidl az feljött a második helyre, tehát beelőzte a Spárt, beelőzte a CBR-t, beelőzött mindenki, nagyjából a hatodik helyről. Iszonyatosan sokan vásárolnak a Lidl-nél, és ugye a Lidl az ahelyett, hogy drága lojalitás programokat vagy marketing programokat futtatta, egész egyszerűen két éve elkezdte nyomni ezt, hogy környezettudatosak vagyunk, a csomagolást egyre inkább átállítjuk környezettudatos csomagolásra, elhagyjuk a műanyagot, aztán már nincs csomagolás. Most ezzel hihetetlen sok bevőt nyertek, és ugye sokan azért kétkedve fogadták, és azt mondták, hogy igazából árban verték meg a többieket. Ez igaz lenne, hogyha nem lenne ott mellettük az Aldi, aki viszont ugyanazon a szinten van. De azért ők is szépen mennek előre ugyanezzel az üzenettel. Ami viszont egy nagyon fontos UX kérdés, hogy az szép, hogy nincsen műanyag csomagolás, vagy ilyen nylon csomagolás a boltokban, viszont mi van helyette? Tehát, hogy hogyan fogjuk az embereket megtanítani arra, hogy igenis, amikor elmész vásárolni, akkor vigyél magaddal kis textilzsákokat, vagy bármit, ami egy környezettudatos, és be tudod csomagolni a termékeket, vagy hogyan nem fogod megvenni például az előre csomagolt sampont, és hogyan fogsz magaddal elvinni újra tölthető flakonokat. Én ugye ez még nincs meg? Ez azért érdekes, mert kicsit duplikálok, kicsit. Tehát ez azért érdekes, mert hogy ugye most pont a koronavírus miatt ugye maszkot kellett mindenhová vinni magunkkal, és valahogy megtanulták az emberek, hogy vigyenek magukkal a maszkot. Jó, nyilván lehet, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy páran, nem tudom, duplán vagy háromszor vesznek vászon zsákot, ami megint csak nem jó, de ugye a masznál is így nagyon sokan megtanulták, hogy nem tud bemenni a boltba, hogyha nem veszi fel, nem visz magával. Tehát most arra megtanítani őket, hogy akkor táskát is vigyel magaddal, hogyha rá van kényszerülve, akkor lehet, hogy meg fogja tanulni. Most nincs rá kényszerülve senki, mert leveszi az acskót. Szerintem egyébként csak annyi, hogy a Covid-nak egy sok negatív hatása van, de egy pozitív hatása mindenképpen van, hogy itt sok mindent begyorsított. Tehát egyrészt a digitalizációt, másrészt pont ezt a természettudatosságot és a hatékonyságot hihetetlen előtérbe helyezte. És az, hogy az emberek elkezdtek tanulni maguktól. Tehát az, hogy elindult az önképzés, elindult az összefogás helyi szinten, tehát mikroszinten lakóközösségek fogtak össze. Hihetetlen dolgok történtek az elmúlt pár hónapban.
Annyit gondoltam hozzátenni, hogy most szerintem egy maszkolás, csak ahhoz egy komment, az szerintem igazából egy a policy-nek az ereje. Nyilván nagyon sokan maguktól kezdtek el maszkot hordani, de azért a nagy többség azért már muszáj volt, és kiküldték őket a boltból. Tehát és szerintem azért így ezeknek a policy-knak így tud lenni ereje, meg viselkedésformáló hatása. De nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy igen, hogy amit Mondi, te is mondtál, hogy a UX-esként azon dolgozom, hogy minden könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb, kognitívan, kevésbé terhelő legyen, attól még nem csak ez a munkánk, tehát hogy azért vannak olyan feladatok, amit meg neki meg kell nehezíteni, tehát hogy kognitívan nehezebbé kell tenni, és itt most nem arra gondolok, hogyha valaki le akarja mondani a szolgáltatást, akkor el kell dugni a gombot, hanem így egyszerűen így van, tehát hogy így ez azért nem lehet mindent, tehát nem cél, hogy minden a lehető legegyszerűbb legyen. És ugyanúgy egyébként tehát mondok egy példát egyébként a megnehezítésre, ez egyébként így a játékok. Tehát, hogyha most így UX-esként leülnénk egy játékot tervezni, akkor lenne egy nagy gomb, amit hogyha megnyomok, akkor kiírná azt a játék, hogy nyertem. De hogy ez meg nem játék, és hogy, tehát, hogy ez nem az a műfaj, és hogy igazából ez most nyilván egy ilyen extrém példa, de hogy pont a gamificationnél nem tudom, tehát hogy ez az egy széles spektrum, hogy így vannak olyan dolgok, amiket így ugyanúgy ki lehet találni, hogy nem a legegyszerűbb, tehát hogy ugyanúgy egy viselkedésformálás, de hogy nem a kényelemről szól, hanem tényleg arról, hogy valakit vagyunk, vegyünk rá valamire. Tehát, hogy ez is szerintem így része a munkánknak, még hogyha még nem tudom, így a napjaink nagy részében nem is erről van szó. Most egy picit én szólok ezzel. Nem gond, mert egyébként nagyon izgi ez a kérdés, viszont talán most akár a Covid miatt is, meg egyébként amiatt, hogy mégiscsak egy UX meetupon vagyunk, és nagyon sokan itt digitalizációval foglalkozunk, az nagyon sokszor felmerül, hogy a digitalizáció az önmagában egy picit a papírmentesség, környezetbarátság, bármi egyéb felé visz. És állatira örültem egyébként, Roxy, hogy beraktál erről számokat, és ki is szedtem egyébként az előadásodból, hogy az európai 35 év alatt, 20 és 35 év közötti emberek 94%-a mondja azt, hogy neki prioritás a környezetvédelem, és hogy így sokszor úgy tűnik, hogy környezetvédelemmel el lehet adni például a digitalizációt, vagy például azt, hogy emberek kevesebb papírt használjanak, vagy azt, hogy bármilyen szokásra rámenjenek. És mondni nem közös mutatásunkból fogok számokat idézni, mert szerencsére találtam helyette másikat, hogy van ennek egyébként egy magyar verziója ennek a kutatásnak, és egyébként a magyar emberek 84%-a mondja azt ebben a pillanatban, hogy a döntéseit környezetvédelmi faktorok alapján hozza. Ezzel szemben a magyar embereknek összesen 30%-a tud mondani olyan márkát, ami környezetbarát, és az embereknek kb. 40%-a az, aki valójában valaha fizetett azért, hogy valamiből környezetbarát verziót vegyen. Hogy szerintetek ez így mit lehet tenni igazából? Tehát, hogy van az, hogy mindenki baromira mondja, hogy környezetbarát, és mindenki mondja, hogy fizet azért, hogy környezetbarát legyen, és úgy tűnne, mintha egy nyitott kapuk lennének, de hogy igazából meg valójában senki nem csinálja, csak mondja, hogy csinálja. Hát egyrészt mondjuk ezt picit így challenge-elni, hogy ennyi ember tudatos. Tehát egyrészt edukálni kell, másrészt én nem gondolom, hogy az ellátólánc már egy most fel lenne még készülve egyelőre. És a másik, amit az előző részben szerettem volna hozni, már nem is tudom, ki mondta ezt, hogy az ügyfelek nem annyira környezettudatosak, vagy marketingesek, igen. Ez egy tök fontos dolog, hogy igen, a marketingesek egy része az még az előző érában szocializálódott. Viszont most új játékszabályok vannak, tehát itt őket is edukálni kell. És ez megint egy olyan dolog, ami erről az oldalról fog megindulni igazából. Vagy látják azt, hogy milyen trendek vannak, látják azt, hogy minek kéne megfelelni, és egy idő kongatni a csengén a tenni. Egy, kettő. Nem elég azt kirakni, hogy környezetbarátok vagyunk, hogy környezettudatosak vagyunk.
Tehát én most már igenis elvárom minden egyes brandtől, minden egyes cégtől, akivel kapcsolatba kerülök, és aki azt hirdeti magáról, hogy a környezettudatos, hogy demonstrálja. És nekem érthető módon magyarázza el, hogy ő most mit tett hozzá ehhez. És ebben azt kell mondjam, hogy a cégek nem jók. Nem mondja el senki jól. Tehát ez így tényleg majdnem minden cégnél egy az a legjobban őrzött titok, hogy a környezetbarátok, mert egészen egyszerűen az egy folyamat, aminek meg kell felelni, ahelyett, hogy tényleg ezt a cég filozófiájának és küldetésének a középpontjába állítanak. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy nálunk most pont ez történik. Pont egy ilyen transformáció közepén vagyunk, amikor azt mondtuk, hogy mi nem csak megfelelni akarunk ennek, hanem mi szeretnénk lenni a motorja, mert ugye nagyon-nagyon sok céggel van kapcsolatunk, és szeretnénk, hogyha nem csak a szolgáltatásaink révén, hanem közösen, egy közös munka révén ez a dolog, ez így végre elindulna. Nagyon egyetem. Mondjad nyugodtan. Abszolút edukáció minden szinten, és cégen belül van egy jó példát tudok mondani, most név nélkül, igazából lényegtelen, a kutatásom alatt találkoztam egy olyan céggel, akik nagy ingatlan fejlesztő cég, és olyan sustainability policy-jük van, ami azt írja elő, hogy a cégnek az összes divíziójában van szó fenntartatóságról, tehát a HR-től kezdve a beszerzésen át, tehát az összes divízióban van sustainability, és annak a divízióra megfeleltetett követelmények. És van egy sustainability officer, aki pedig ugyanolyan magas szinten van, mint a marketing igazgató, meg nem tudom mi, tehát hogy helyén van kezelve ez a téma ahhoz, hogy eredményeket tudjanak érni, és ezeket az eredményeket egyébként meg az éves jelentésekkel együtt publikálják teljesen nyilvánosan, szóval tök jól lehet így kutakodni az adataikban. És ezt mindezt azért csinálják, mert hogy nem tudom, euróra pontosan ki van számolva, hogyha ezeket az előírásokat betartják, akkor nekik ez profitot jelent hosszú távon. Egyrészt a versenytársakhoz képest is jobban tudnak elhelyezkedni, nyilván rettentően sokat szakítanak a marketinggel is, tehát hogy ezt nekik ez a legfontosabb húzóerő azzal, hogy hogyan azonosítják magukat, és a versenytársakhoz képest helyezkednek el. Úgyhogy vannak jó példák is. Megmondom, tehát ez, hogy minden szinten ott van, minden egyes csoportban van arról szó, hogy a mi divíziónk az hogyan lesz fenntartató, hogyha a fenntartatósághoz hogyan járul hozzá. Az Ákos kérdésére válaszolva még, amit mondtál ugye a statisztikák, hogy ennyi is ember vallja azt, hogy ő környezettudatos, vagy hogy szeretne környezettudatos lenni, és sokkal kevesebb ember valósítja ezt meg. Egyébként ez nem egy különleges dolog, szóval ez a intention behavior gap, és szinte minden egyes olyan viselkedés változtatásnál megjelenik, például az alkoholról való leszokás, vagy akármilyen viselkedésnek a megváltoztatásánál. Ugye az ember az olyan, hogy megjelenik az intention, le akarok fogyni, nem akarok annyit inni, nem akarok annyit cigizni, környezettudatosabb akarok lenni, de a behaviorig már nem megy el. Mert ugye az már egy olyan kognitív erőfeszítés, ami már sokkal nehezebb. És ezért van az például, hogy a policy, ugye amit előbb is beszéltünk, hogy ezek a policy-k inkább meg az ilyen felülről jövő viselkedés változtatások a leghatékonyabbak, mert az nem bízza magára az emberre, ugye a szokás rabjára azt, hogy megváltoztasson valamilyen szokást. És visszatérve még a Covid-ra, hogy szerintem ez tök jó megfigyelés, hogy igen, végülis az emberek elkezdtek maszkot viselni, viszont ez egy szükség volt. Szóval az tényleg egy olyan volt, hogy azt mondták, hogy nincs más lehetőséged, hogy különben kimész. Úgyhogy nem tudom, hogy szerintetek lesz-e ilyen valaha, hogy megszabják, hogy
hozd a kis saját vászonszatyrodat, meg a befőttes üvegedet, hogyha lencsét akarsz venni a boltba, de szerintem valószínűleg ez lesz a leghatékonyabb módszere annak, hogy tényleg környezettudatosságra bírjuk az embereket. Szerintem, mivel szépen lassan ki fogunk futni az időből, én még egy dolgot így gyorsan bedobnék, ha már dizájnerek és kutatók felelősségéről beszélgetünk, mert igazából nem lehet UX meetup papanek idézet nélkül. Úgyhogy most így szabad fordításban van egy nagyon kedvenc idézetem Viktor Papanektől, ami kb. Magyarul úgy hangozna, hogy vannak a dizájnnál károsabb foglalkozások a világon, de csak nagyon kevés. Amit valószínűleg itt mondani szeretett volna a szerző, az az, hogy viszonylag kevés olyan foglalkozás van, ami annyira erősen befolyásolhatja a világ alakulását, mint a dizájnerek, vagy egyébként talán kiterjesztő a kutatók foglalkozása. De mit gondoltak egyébként így arról, hogy milyen felelősség járul ahhoz, hogyha itt dolgokat rakunk bele a világba? Vagy van erről valamilyen erősebb, vagy kevésbé erős véleményetek? Judit, neked tuti van. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy az idézet azzal folytatódik, hogy a dizájnereknél valószínűleg csak a reklámipar azzal károsabb. Igen, tényleg ezzel folytatódik. Ennyi. Ennyit tennék hozzá. Még akkor annyit, hogy ezek következmények, tehát mindennek következménye van, amit csinálunk, ami sokkal jobban tapintható és látható és fogható, megcsinálható, mint mondjuk más ágazatoknak vagy szakmáknak a következményei. Tehát, hogy így ezért rágódunk szerintem ennyit ezen, és ez jó, mert tisztában kell lenni a következményekkel, amiket csinálunk. Hát akkor jövök reklámosként. Tökre igaz. Hát ezzel igazából nem tudok vitatkozni, és rengeteg borzalmas példát tudnánk felhozni szerintem. Ma ücsörögtünk a kis családdal kint a kertben, és így a feleségem mondta, hogy felment valami weboldalra, mert aztán vetőmagot keresett, és hogy a Facebookon elkezdtek nyomni neki, hogy vegyél vetőmagot, meg kertészeti cuccokat, meg egyebek. Hát a szokásos programatik hadjárat megindult. És én azt gondolom, hogy az embereknél azért le fog esni a tantusz egy idő után, hogy ez nem kell. Tehát ez már túlszabályozott, ilyen patika mérlegen van kimérve, és az adataikkal hihetetlen dolgokat művelnek a hirdetők. Tehát a hirdetői oldalnak borzalmasan nagy a felelőssége. És ugye hát a dizájnerek azok karöltve a hirdetőkkel mennek, mivel ugye a hirdető adja meg, hogy mi a cél általában. De itt azért látok most egy olyan trendet, ami szerintem, hál' Istennek, egy pozitív irányba el tudja ezt vinni. És ez a trend, ez nagyjából arról szól, hogy a hirdetői oldal, vagy a marketinges oldal, és ugye az ügynökségek innentől kezdve már nem aláfelé rendeltségi viszonyban vannak, hanem közösen csinálnak dolgokat. Tehát ez egy partnerségi viszony, és közösen hozunk létre termékeket. És innentől kezdve mondjuk egy designer oldalnak igenis van lehetősége beleszólni abba, hogy meddig etikus például elmenni valamiben, és igenis van egy felelőssége abban, hogy oktassa a hirdetői oldalt. És vice versa egyébként. Tehát a hirdetői oldalnak is azért kell most már, hogy legyen annyi önreflexiója, hogy azért nem, tehát hogyha azt látja, hogy nem etikus valami, és az etika, mint fogalom egyre inkább a hétköznapi beszélgetések részévé válik. Tehát hogyha valami nem etikus, akkor azt ott megállítja, vagy megpróbálja átformálni. Úgy, hogy a vásárlóknak jobb legyen. Egészen egyszerűen azért, mert a vásárlók már egy idő után el fognak átalakulni, teljesen átalakul minden, amit eddig
erről gondoltunk. Most egy erősen visszaadjuk valami, de... Na mindegy, tehát én azt gondolom, hogy itt egy folyamat elindult, ez be fog szivárogni hosszú távon, viszont hihetetlen nagy a felelőssége mind a két oldalnak. Egyetértek, szerintem nagyon fontos, hogy az mindig egymás között kialakítsunk egy olyan szemléletmódot, ami azt célozza, hogy tényleg etikusan tervezzünk, edukáljuk az ügyfeleket is, a marketing ügynökségeket is, és nem utolsó sorban a felhasználókat is, hogy az etikus döntéseket hozzák meg, és hogy ne használjunk black patternokat, hogyha nem muszáj, tehát hiszem ez mind a mi felelősségünk. Ez így van. De még annyit tennék hozzá, szerintem az etika az, bármint egy, hogy mondjam, az, hogy ilyen felelősen tudjunk tervezni, működni, az érték alapú. És azért az elmúlt, nem tudom, jó pár évben tisztelt a kivételnek, mert pont az ilyen környezetvédelem, környezettudatosság, az nem feltétlenül volt az érték, ami annyira fel volt priorizálva, hogy tehát, hogy mondjuk így etikusan bánunk-e a környezettel mi designerként, vagy hogy így annyira beemeljük a tervezés során, akár stakeholderként, vagy aktorként, most tök mindegyinek hívjuk, hogy akár olyan szinten, mint ugye felhasználók. Úgyhogy szerintem ebben, tehát hogy mondjam még pluszban, szerintem tényleg abban a felelősségünk, hogy edukáljunk, hogy van egy ilyen dolog is. Ebből a szempontból nekem egyébként nagyon hasonlít a accessibility-hez, ami ugye mondjuk, hogy designernek vagyunk, inkluzívan tervezünk, azt nézzük, hogy kit vagyunk ki, ez így tök jó, ez az intention, és akkor ugye az, hogy megint, hogy Dodira hivatkozzak, hogy ezt ilyen behavior szinten emeljük, abban azért nagyon sok effortot kell berakni, és nem csak nálunk, hanem döntéshozói szinten is, amire azért így tud lenni ráhatásunk. Egyébként még az előző statisztikára visszakanyarodva, hogy erről jutott eszembe, hogy lefelé az embernek van egy ilyen furcsa tulajdonsága, hogy szereti magát sokkal jobban színben így saját maga előtt is feltüntetni, és hogyha most valaki, nem tudom én, csak szelektíven gyűjt szemetet, ami már így amúgy tök jó dolog, lehet, hogy ő azt gondolja magáról, és mondjuk egy ilyen kérdőjében megkérdezik, hogy neki mennyire fontos a környezet, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ja, nekem hát fontos, hát szelektíven gyűjtem a szemetet, de amúgy meg más egyebet nem tart nagyon a szeme előtt. Tehát ez attól is függ, hogy abban az adott kérdőjében amúgy hogy volt felrakva az a kérdés, és ez hogyan hatott az emberre, aki ezt megválaszolta. Ja, nem olyan fajta kutatás volt, amikben úgy vannak feltéve a kérdések, és kiskék borítékban jön személyesen neked célozva egy állami vezetőtől. Na, Ákossal egyébként erről sokat beszélgetünk, hogy most ugye a kutatások mennyire jók, meg mennyire tehát a régi metodológián alapuló kutatások mennyire inkább a megfelelési vágyat ösztönzik az emberben, és mennyire a valóságot derítik ki. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én abban hiszek legjobban, amit látok, meg hallok. Úgyhogy... Abszolút egyetértek. Úgyhogy kellenek ezek az insight-ok, mert egyébként egy nagyon félre tud vinni. Mondjuk egy nagy mintás kvantitatív kutatás. Szerintem most egy ilyen jó nyugvó pontján vagyunk a beszélgetésnek, úgyhogy én azt javasolnám, hogy ha valakiben a hallgatóságban nagyon benne ragadt még valamilyen kérdés, akkor a leggyorsabban beírt kérdést még be fogom dobni a panelistáinknak. Egy kérdést fogok megvárni összesen. Scarcity effect, FOMO, minden, amit most bele lehet rakni, ezt most belerakok. Már csak egy kérdésre van idő. Nem baj, nem érkezett több kérdés. Akkor viszont nagyon szeretném megköszönni most az előadóinknak és a panelistáinknak, hogy részt vettek ezen a mai egészen fantasztikusan remote és legközelebb sokkal jobban leszervezésre kerülő UX Budapest meetupon. Engedjétek meg az amatőrséget a szervezőknek most még így elsőre. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek, köszönjük a hallgatóknak is, hogy jöttetek, ez de furán hangzik, és az előadók panelisták, mindjárt fogunk küldeni nektek egy másik Zoom linket, majd gyertek oda-vissza egy pár perc múlva.
Jó. Oké, okay, köszi szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.